the truth I could. Ooh, see about Mizu. See about Mizu, mi van, geci? Mizu. Hello. Na, itt vagyunk az Örivel, itt szunyókáltunk le, ugye? Donkey Party? Amúgy nagyon, nagyon nem tetszik, hogy ilyen törjött az altotkád. Miért nem bolyog pákoltott meg egy pitikét? Ugye Kárdó, azért a szabad napon van. Vagy. Mi között van hozzá? Szevaszok, hát ugye a szabad napot, akkor kéne. Barátság pénz? Itt van nájam, már engem. Majd a bajátság jó napot kívánok, tiszteletem. Szia báci, boldog születét napot! Köszönöm szépen, Kárdító, legalább te. Nézd meg, hogy a magát. Megrogyott, mint a teljes zacskó. Joker, mi ez az új rövid nadrág? Milyen új? Ez már régi. De baszik, amúgy... ez ünneplő vagy mi? Állj a réb öreg. De szedjétek már, mi csináltak? Azt szabad nézzétek, hogy a Kárdító összeesik. Szevaszunk. Mi újságban? Pofozlak. Jó helyzet, Maugli. Jó, itt... Mi van veled, hely? Jó. Jól vagy? Veled milyen helyzet? Kijöttad magad? Ne hízz a legjél, mert popám boszlak. Hát szédül. Én csak megkérdeztem valamit, nem. Jól vagy? Kapatok-e pohák kólyát? Ádám, kösz a 900-kér. Na hagyd, Kárdító, amúgy elmondom neked, hogy elég legyen a szimulálásod. Okej, bácsi, te bepiszítél. Ugye csak? Titta pici a nagyjágazó. Elfele nem kérdezünk, érted? Egy-kettő, pedig ne elég lenne a szimulálásodból. Ma most már elegem mondani. Tényleg, bazeg, úgy csinálsz, mint egy NB1-es focista. Kelj már fel Kárdító. Bele! Szóljál már, bazeg, öreg, nem bírok vele. Nem voltál itthon két napig, érted? Fasz tudja, hogy azt ezeket műveli a gyerek. Mennem kellett segedülni. Nézd már meg titta büdőt, tehát be van picivet, okej, bácsi. Kipekszed a szőnyeget, tényleg az ipejezbe, Kárdító. Anyád az végignéz, hogy itt haldokolsz a szőnyegen, meg sem mozdítja azt a retkes narancsbőrös nagy picsáját. Hát, be a retkes pofánat, szerinted miért mentem a konyhába, rohadjon meg a májad. Hát miért mentél? Te megéhezték kis gömbölc, vagy miért? Állítom, ebben van egy vonóval, öreg. Ebben van egy vonóval. Nézd meg, hogy milyen mocskosul beszélte. Hogy beszél? Milyen mocskos pofánat? Család fenntartójával. Érted? A főnökében. Gyorsan. Hogy beszélsz te? Tehát, hogy milyen ijedelmes vagyok? Kimentem pukidni. Nagyon ügyes vagy, Kárdító, csak nehogy szarni is kimennyi. Köszönöm. Érted, a járder, aki nyomodott a nagy izét, kábelokat. Azt mondtad, Joker bátya, hogy kakálják a növényben, Laci, mert a szépen a két rongyot, Ádi az ezre, te szépen kösz. Itt az jót tett, Neti. Micsoda, mit mondtam neked, Kárdító? Hogy a viákba kakálják, mert a tárgyátok. Megetek össz szépen. Ne hazudozzál már össze-vissza, Kárdító. Vagy olyan vagy, mint a Lali. Meg fogom vonni a barátságodat Lalival, mert az is hazudik állandóan. De várjál, mert ott támadtam. Képdeled, Doke Bati, hogy lefeküdtem tutikálni, és te befeküdtél melljém, és én mondtam, hogy kakálnunk kell. Itt mondtad, és mi van, hogyha a kállítóka, az nem csak egy álom volt. Nem mennéti. Egy életből már leesett a cukrod. Ott köttönyöm, tépánynak köttönöm. Az igen, van pénzöcsém, hó végén, Milka meg minden. Itt, és befeküdtél. Kínáljál már meg. Azt mondtam, hogy kakálni kell, azt mondtad, hogy ne menjél ki a tubájból, csak vette ki a nagyjágódat, itt kakálj oda a viágba, és befeküdjek vitte a tutukálni. Meg van romolva, hogy szabadodjál meg. Kárdító, majd figyelj csak, biztos én nem fogtam fel, amit mondtál, érted? Te figyelj csak, először is a múltkor meg lett beszélve valami. Menj be, rakja rendet a szobádon, mert úgy néz ki, mint amit belehánytak. Ez hozzád is szólt abban. Anna, rendetek. Mire gondolsz? Amit kértél tőlem. Engedet ne töröljek, és felás után, Kárdító. Mit kértem tőlem? Nem emlékszem, mit kértem, mi amnéziás fog venni a fasz. Már a jövő. És te szabadnál, hogy elolvassam a könyvemet végre. Szemed közé, työkjön. Kell a fasznak a jövő. Figyelj, ha benne voltál, nem kell. Várjál, Rózi, baj van, az múlt, igen. Jó van, fáradt vagyok, s... kint akkor volt keves éjszaka, és hát igen. Csak ne az, menjél, feküdjél le akkor. Nem, fekszek már lassan, és mennem kell megint. Igen? Csak ne az utcán, mert azt hiszik, hogy mamut. Össze vannak jogodban, füzetem be a napok. Dániel, kösz szépen a szobot. Nem kérdezett senki. Öreg úristen, múlt, aha jelen, aha, aha. Azt sem tudja, merre néz arcandig. A fizetelbe összejagadtak a japókat, mi van, anya? Sehova. Itt fog leskelődni az ablakba. Milyen jó, hogy nem popáznak. Igen? Ugye tudod, hogy elérkezett a nagy nap, amire vártunk? Melyikre is beszélsz most? Megdurantjuk a bankot, amit beszéltünk. De mi a fasz? Elő van készülve minden. Hát bazd meg, muszáj, nem ezért kaptok a Yusuftól a fegyvereket, tudod? Figyelj már ide, nézd be itt az ablakon. Igen? Hát benézek állatkert. Azt az meg tényleg.
Ennek már rendes izé. Dobni kell a banán. De az a legcsodálatosabb, hogy kusba vannak. Érted? Ugye, nem csipognak be az, amit a Tesco-s lopásgát fog. Seggedet nyomdod az ablakhoz. Szarcsikkal rajzolj valamit. Dániel, kösz szépen! Add fel, én adat enni. Ki van hízva az összes ilyen, nézd meg mekkora dagadt. Retkes, mocskos, szemtelen kurvák ezek. More. Ezeknek látszódik? Már... Látszódik. Nézd meg! Ezeknek már két jegyet kell venni. A buszra. Pazd meg. Tényleg nagyon el kéne őket verni, Joker. De tényleg, mint jég a határt, mint buzi a faszát. De egyre jobban feszültség, az generálódik bennem. De úgy szájba fogom baszni, szájba fogom baszni mindet, kitagadja őket az anyjuk, úgy szájba baszom. Nem mered. Mondom neked. Kihívod őket? De tényleg kihívod őket egyesével, öreg? Várjál most. Tudod, mint hogyha várjál, mint a kedves lennél velük? Igen. Azt a végén meg úgy pofon baszod őket, hogy a takony menetet vág a nyakukon, de öreg, öreg. Akuk, azok megvannak. Igen. Meg, itt vannak a telefonom. Figyelj csak, madár ijesztő. Pillanatra tudunk beszélni. Nekem beszélsz? Hát neked, igen, egy elnézést. Csak várjál már egy pillanatot, hogy mondjak még az öregnek valamit. Jó, addig itt várok hozzá a pozícióba. Szerelmem, gyere. Amúgy igen, megvannak a telefonom. De mocskos kurva. Ú, de tele van a faszom velük, gyere már öreg. Hát a tegnap esti. Várjál, megy kicsit. Valami. Valami. Figyelj csak, Joker, ezek valami képekről beszélgetnek, mert kihívom. Mindjárt, várjál már! De mondjon! Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Na, nekem is nagyon tetszett. Mondjon. Na, én csak annyit akarok mondani, öreg, hogy legyél készen, Laci, este fegyverek el vannak készítve majd. Jó? Úgyhogy pihedd ki magad, mert holnap indulunk. Oksi? Én bazzag, én nagyon ki vagyok pihenve. Milyen fegyverek, Tókely Báti? A kurva, te figyelj már Carlitot, tényleg eddig itt voltál kint, vagy mi? Kapatok puffkát, tényleg? Nem kapatsz, úristen. Várj egy picit. De figyelj Carlitot. Elnézést, tudunk beszélni négy szem között, bocsánat. Amúgy tényleg, most eszembe jutott valami, igen, persze, mehetünk. Gyere, légy szíves, mert van egy nagyon fontos dolog, amiről szeretnék beszélni. Na, igen. Persze, már szeretem volna. Ó, jó, Carlito, persze. Bemegyünk, gyere, Carlito, hagyjuk csak itt a nagyokat beszélgetni. Ó, ti, a fagyimó kapható? Sokat gondoltam most, igen? Most rád ebbe az elmúlt időszakban. Azt a mindenét, mit történt? Szeretnék veled beszélni erről. Miről? Hát figyelj, most úgy gondolom, hogy most itt ugye nem lát senki, és nem hall minket senki ebbe a percbe. Aha. Csak a jó Isten. Az, de az majd lehunja a szemét. Szeretném, yeah? Hogyha most bekapnád a passzomat. Aha, ennyi? Hát a többit majd utána. Hát figyelj, de az a helyzet, hogy a szomszédot... Nézd a kis bolondost. De ne a szomszédra foglak. Kicsi és büdös, na jó van. Hát elég az most minek. Ha nagy is lenne, még büdösebb lenne. Na gyere egy hát, kicsit... Hát ne viccelődjünk már az előbb. De figyelj, már az előbb nyírta a füvet a szomszéd. Nyugodjál meg, majd este. Nem, most szeretném. Aha. Hát... Mondom, hogy kap be a passzomat most azonnal. Cukrom már megy pőpele. Oké, de először át kell menned Lassie-be, mit szólsz? Az mit jelent? Hát nyalnod kell, mint Lassie. Nem, figyelj csak, jobban tudod kapni. De. Karácsonykor is ez a motto. Na. Valamiért. Bazd meg, te mindig baszakodsz. Hogy hát a rákagyek a gyomrodat aztat. Na hát így, ha így beszélsz, hanem akkor még rá is baszol. Figyelj már! Kicsit harabdád már meg, mint egy kubasz. Morogják közben, mint a gumicsottan. Aha, igen. Izélni ne dorombolni, mint a cicák, miáó. Na most figyelj, mert most benne lenni, lenne be, ennyi bér a pucádban lenne neked amúgy? Vagy hát te csak a szád jár. Na akkor tessen, az ételt állalva. Na jó, figyelj, az ételedet kell visszaveted, van nekem egy üzletem. Igen, miféle? Tudod, tegnap este csináltál valamit. Melyikre gondolsz? Hát mondjuk, amikor a kis csaj oda ment hozzád, aztán a... Igen? Aztán a torkán ledugt, hogy a nyelved. Ez véletlen. Erről vannak? Rosszul lettem, és ő próbált nekem segíteni. Na. Sajnos... Kihagyott a szívritmus zavaromban, te szemtelen kurva! Te normális vagy? Már most tele van beled a passzom! De most miért van? Állj le! Kérje bocsánatot! Kérje bocsánatot apától!
Most azonnal. Bánts már! Jó, vagy szétperlek, vagy beszipkodod. De hallgassál még inkább. Beszipkodod a végét, megmondtam. Most már elég volt. Figyelj. Igen? Na jó. De... Hú, bassz, figyelj már. Pingonom kell. Hű, azt a vődös kurdi. Tudod milyen régben volt ez már? Áú, de ne verekedj! De gyere, meg... gyere csak ide a falhoz. Igen? Olyan menjél, nem magyaráz. Na. Béla, nagyon szépen köszönöm. Helyezd magad kényelembe. Igen, kényelembe vagyok. Jó, azt a gatyát, tudod, kisbohócot szabadítsuk ki. Aha. Ez jó, mi ez a fasz? Hm? Ez mi ez? Hát ez mi? Ez mi az? Az? Hát ezért van oda a dokinő. Figyelj csak. Láttál már izét? Fürdőbombát? Láttam ezzel fürdő... nyomogatod? De figyelj már, láttam a fürdőbombát, fiam? Aha, láttam, láttam. Berakod a vízbe, az tízszeresre meg duzzad. Úristen. Most, ha megszomkodnád, ez letépni a lombériát a parról, te csövesgeci. Átja, te mit popázol? Na. Szebben. Jézusom, jaj, bocsánat. Ebben a korban már... Uff. Bocsánat. Mondom, hogy véletlen volt, basz, meg nem kell egybe főháborodni. Mi prostata gondok vannak, öcsi? Jó, van maradj eső. Innod kérem én a vizet. Na jaj, van. Te figyelj, figyelj csak, ide. Azt veszem észre, hogy te össze-vissza hazudozol nekem. Nem, viszont az üzletem az még mindig áll. Hát nekem már nem csak az üzletem áll. Igen? De mondjuk végighallgathatnál, hogy miről szól. Hát ha elkezdenéd, basz meg, nézel itt, mint hal a szatyorba. Igen? Hagyjad már magad. Szóval. Készültek ilyen nagyon fincsi képecskék rólad tegnap, amiket én nagyon szépen elhelyeztem biztonságos helyre, és hogyha a dokinőnek a kezébe fog kerülni, nem nagyon fog neki örülni. Most van két lehetőség. Igen? Vagy Edina, nagyon szépen kösz. Fizetsz érte, nem keveset, vagy pedig elhelyeztem arra a világ körüli útra, és te fizeted. Jogos. Figyelj, itt kettő verzió van. Ne, várjál, a harmadik verzió a következő. Ha valami bajom történik, akkor, vagy esik, akkor azok a képek napvilágra kerülnek. Uh-huh. Szóval, jól gondold meg, hogy mit mondasz? Hát, figyelj már ide, baszom ki azt a nagy csúzli szádat, te pávapejű kurva. Na, most már így beszélsz valam? Van, haladunk. Nem ezt akartam szeretem, mondani. Mikor ilyen vagy, te kis tigr. Nem ezt akartam mondani. Hanem az, hogy a szádban igen? Nagy paszokat kéne hordani. Te miért kérlek. Akarsz nekem keresztbe izéni állandóan keresztbe tenni? Te mondd már, féltékeny hát nem akarod, igen, nagyon. Péter, kösz szépen az 5000! Te nem akarod azt, ami jó lenne mind a kettőnknek. Mert te mit akarsz te? Mondd hát el, akkor nyíltan. Mind a kettőnknek jó lenne. Az hogyha mi? Ezek innen, ez a csürhe banda eltűnne és maradnánk hárman. Te, én meg Carlito. Érted? Aha. Szóval te ki akarod sajátítani ezt a testet? Ez arra igen. Született, hogy a közérdekét szolgálja, piam. Mit képzelsz? Persze. És mi a közérdeke? Már ne haragudj. Szerintem az, hogy normális életet éljél, na? Megmondom neked őszintén, hogy ez a test... Kis család, kis ház, kis autó... Ez baszni nem rest. Figyelj, azt gondolom, hát az hogy igen. A jó dolgokat... A jó dolgokat úgy gondolom, hogy... Hogy a közérdekére kell bocsátani, tudod? Azt se értem, az internetek is ingyenesnek kéne lennie, és az én testem is elérhető kell, hogy legyen most, mindenki. Hogy mondod, van két számlám, be kéne fizetni, légy szíves, fizesd már be. Nincs pénzem. Internet meg villany. Mondom, hogy nincs pénzem, Rigó. De nem lesz jó, mert Carlitónak a játékhoz kell, tudod. Jó van, figyelj csak ide, te vagy az anyja, menj és szopogass meg a polgármester passzát, az keresel egy kis apró. Hát az már elúszott az a hajó, az a helyzet. Hogy belehabzsolok most... azokba a szottyat csöcsökbe, de undorítod. Ó, tetszik, mi? Ki vagyok éhezve, megmondom őszintén. Én őszinte leszek veled most, igen? Hogy tele van a faszom az egésszel. Hogy itt zsarulsz engemet. Érted? Nem is értem, hogy csak jössz ehhez. Akarok. Én megmondtam, én senki sem igen? Vagyok, a testem egy közkincs, a faszom de bárki. Nem az enyém. Bárki használhassa, érted? Hiába, hát nézz én... a szemembe, hozzád beszélek, bazd meg! De a szemedben nézek meg ki a bajánál. Ja, csak akkor kicsit kancsal vagy. Na kaméla. Vagy, igen. Van vagy, mint a postás, tudod a kancsal, hogy előre nézd meg a házszámot. Igen, nem tudom. Nézd meg, ne dudálj! Figyelj! Figyelj már, akkor mi lesz? Megbuduzzuk ezt az üzletet? Vagy most elküldesz a faszba megint, mint ahogy szoktál?
Gyere, csókolj meg, gyere le. Hát ezt nem így kellene szerintem. Majd én azt megmondom, jó? Na-na. Szeretném, hogyha most már kicsit magadba szállnál. Hát jó lenne, hogyha magadba szállnál. Figyelj csak ide. Mondom, ilyen, kicsit ilyen, megmondom őszintén, ilyen pince íze van a szádnak. Tényleg? Na, most a képeket ad ide gyorsan. Navigátor, kösz szépen Tibor, neked is. Laci, kösz az ezerest. Addig nem. Kösz szépen Utah. Nagyon szépen kösz a Szubot. Szó sincs róla. Addig azok jó helyen maradnak. Jó, figyelj, azt gondolom, hogy ez tud működni. De mit csináltok itt úgy őszintén? Beszélgetünk. Ez az én kertem? Itt... Hello! Jaj. Hey, hey, hey! Na, barátim, mehetsz befele, szeretnék én is az öreggel beszélni, ja, most jó. Már szeretnék kettős belőle. Hector, gondold át, amit mondtam. Jó van. Figyelj lehet. Csak. Na, mi a helyzet? Ha? Zsírtevlő. Ez mit akart ez a büdös kurva? Nem látod, hogy passzomat akarja szopkodni. Nem bírok ezekkel a tényekkel. Azt te meg engeded neki, mi? Hát hogyne. Nem elég egy. Mondom, ez a passzom egy játszótér. Bárki pölülhet rá, én nem fog hazudni. Ja, és akkor a doktornőjének is ezt fogod mondani? Na, hát azt még majd eldöntöm. Na, mi van? Mondjad, zsírtömlő, mi a kotta? Hát szokjam a múltkori popát. Dologról akarok beszélni veled igazság szerint. Melyikről tokahontasz? Hát a pizsamás banánokról. Igen? A mamuszosokról, hogy igen, azok igen. A mizu, meg mi van? El lettek kapálva, mondtam, hogy lezsírozol, te. Biztos? Így van, bazd meg, de figyelj, azért megmondom őszintén, hogy benne van a pakliba, hogy visszamegyek hozzájuk, mert nem volt pina piramis, meg semmi. Érted? Az meg lett ígérve. Helyette egyedül nem lesz, az jó, hogy csak nem, mondom, pina piramis kell. Egyszer ide, egyszer oda, érted? Hát figyelj, egyik helyről ugrálok a másikra. Itt ez most rólam szól. Érted? Mindig csak rólad szól minden. Szóljon egyszer rólam is. Azon gondolkodtam. Te kényeztetsz egy kicsit engem. Ide kötnélek ehhez a házhoz, és bekenjél a járda szegény tepertükrémmel, elhúznád a gecibe. Szerinted nem? Háj, gyerek. Olyan csacsi vagy. Még mindig. Figyelj csak, csacsi. Csacsi Csabi. Pinapiram is készítsd elő, mert különben visszatérnek a pizsomás. Készítem, de csak én, meg legalább te. Három pinának kell ott lennie. Mit szólsz? Oda megyünk, ahova akarod. Hát polgármester vagyok, azt kapsz meg tőlem, amit akarsz. Tényleg? Persze. Jó. Csak én is kérek cserébe valami. Szeretném a hivatalosan bejelenteni a cigánbajdai státuszomat az egész városra való tekintettel, mentelmi jog és diplomáciával kapcsolatos előjáróságokkal és készpénzzel. Mm-mm. Hát tudod, hogy azt mikor kapod meg, mikor szopkodod a lábujjamat, és közben csapkodod a seggemet korbáccsal, na? Jó Isten, gyere le az égből, azt a vidas kurveget. Rácsapnék arra a segre, egy hétig hullámozna. Légy szíves. Szeretted régen is, nem emlékszel? Hát lehet, hogy egyszer-kétszer benyomkodtam, de akkor nem akkora volt, mint egy keverített kád, érted? Hát most már azért nem birkózok meg vele. Jó volt az akkor is, meg most is jó lesz. Mit szoktak mondani? Nagy kufferbe jó pakolni? Akkor miért nem jársz vele? Akkor milyen kuffer? Te miről beszélsz? Te azért el vagy tévedbe, mert nagy kuffer és a vízoló picsa között hatalmas különbség van. Nézd már meg ezt, kell ez neked, hogy beleragd. Nem bírom megnézni, bazen, mert kivakulok, mint Esmeralda. De hogy? Olyan buta vagy. Nagy pekélyek kell vannak neked, a lyukadon. Tudom, hogy nagyon jó. Akkor a pekélyek kabátot lehet ráakasztani. De figyelj, nem akarlak bántani. Szeretném, hogyha betartanád az ígéretedet, mert a pizsomások jönnek, azt összepaszozzák a homlokodat, érted? Én betartom, ha te is betartod. Én már betartottam, le van rendezve a biznisz. Szeretnék egy kis nyali falit, mit szólsz hozzá? Beinduljak megint, mint a macska? Ne, légy szóval. Jézusom, bazzak, valaki jó. Segítség, megbadult ez. Tudom, hogy szereted. Na gyere ide, te mocskos szemétláda, kinyalom a... A szádat, mint a tejbe grizes tányért. A szememet? Tányért. Vagy mit szeret? Az is jó lesz. Keres Márról jutta kurva. Már meg a seggemet. Hát nem vagyok én cséplőgép. Kezem eltörik. Na, érted? Nem fog ez eltörni. Fogod azt élvezni. Te figyelj csak, most már rúltam a barátnőt, de még érzem hát ezt ez a az. Segjük szagot. Érted? Fúj, hát köszönöm kérek. Előbb most el fogad. Azt majd utána.
Gyere te konténer, csókolj meg. De, de figyeljétek, akkor nem csókod, és szokod meg a melbimbómat. Figyelj már ide, te azért kicsit kezdesz messzire menni. Kicsit be vagyok indulva, tudod, az estém jól alakult, de azért még kéne, tudod azért. Bazeg, ahhoz le kell hajolni azt a melbimbót megszopkodni. Nem vetem meg a farkakat, szóval. Meg most már meg is tehetem. Jó, figyelj csak, te egy kicsit el vagy szába magadtól, most nem azért 20 forint. Sose voltam. Kösz szépen, Dávid, a szubot, azt a lájkot, megnyomtad már nagyon. Nem szólsz hozzá. Én nem szopkodok semmit. Oda megyünk, ahol akarod. Egy kis lábúj szopkodás, korbács. Nézd meg, lehúzom a slicsem, de most mutassál valamit a fogy. Kett csinálod. Hát miért pont én? Hát mi az, hogy te, akkor, te jöttél ide először is. Te kerestél meg. Be fogok indulni, azt itt foglak. Nézd meg, kigurítom a nagy kolbászokat. Kicsit köpköd már meg. Látom. Na, lappancs rá. Az előbb köpkedte meg itt az a kurva. Te hozzá se ért. Nem ért hozzá. Szűz vagyok. Jani, kösz a két óra! Én tényleg szűz vagyok. Ez de, amit tudod, mit fogok neked rendelni? Szopóállarcot. Szopóállarcot. De figyelj, már te összekeversz valakivel. De nem buziskodok, te normális vagy? Hát ezt nem is mondtam, csak fel kell vegyed, azt utána meg én ott korbáccsal foglak ütni. Mi vagyok én, kikötözlek? Hát te beteg vagy. Ki vagy tágulva, vagy mi van veled? Ha? Nem tudom, most ezek jöttek rám, én nem tehetek róla. Figyelj csak. Ezeket hozott ki belőlem. Térdelj le, gyere azt, hogy kicsit kumpákold meg itt a berendezést. Te odállat. Én nem tudok térdelni, nem vagyok én burkoló, pejezd. Pejezd már be. Most már csinálsz valamit, vagy visszahúzod a dagat, picsádod a házba. A dolgokban. Te csináljál, hát mutass valamit. Én rohadt mutatok. Kicsit melszopkodás, na? Errígy már a paszba. Nem szopkodod meg a szottyat csücsödet. Na, változtatunk a szabályokon. Igen? Amíg nem nyalsz ki, addig nem lakhatsz itt. Jó, figyelj ide. Van egy ötletem. Igen? Ezt meg jó, benne vagyok. Benne vagyok. Jó? Pontos, hogy most menj be a szobába és nagyon sötétet csináljál. Légy szíves, jó? Jó. Húzz el a függönyt, kapkozz le mesztelenre, jó? És akkor mesztelen legyél. Sötét legyen, baksötét. Megyek. Jó van. Gyere csak ide, Kárlit, vagy beszéljek veled? Váci. Mi a baj? Anna megfogta a fűtikédet. Dehogy is, van rajta egy seb, tudod? Hát de az én fűtikémet itt fogja már meg valaki. Gyere belem, légy szíves, Kárlito, mondok valamit. Csak valaki, csak nézd meg a legjobb, a legjobb barátod mit intézett neked. Most bemész a sötét szobába. Ide. Sötét van a szobában, ott fog feküdni az ágyon egy gyönyörű nő. Csukd be szemed. Gyönyörű? Így van, csukd be szemed. Képzeld el a Pamela Anderseneket, az Aletovós önöket, meg nem tudom kit még. Ad kit oda. Hát mindegy, gondoljál a legszebb nőre, akire eszedbe jut, érted? Megbasszál. Az a Ejzi. Igen, ő az, figyelj, ott fog feküdni most a szobába, bemensz, megfogod a combját, kitapogatod a pináját, az belenyolsz. Érted? Úgy kell, mint a tejbegrizes tányért vacsorakó. Addig, amíg nem visít, mint a malac. Itt ott utána van kiszaladsz. Ben? Igen, de utána kiszaladsz. Gyorsan, jó? De meddig kell nanyogatni? Mondom, amíg fel nem ordít, bazd, mint a bokár rúgtad boldog. Érted? Aha, ott te. Na gyere velem, belopakodunk. A medek. De sötét lesz a szobába, hallásodra és a tapintásodra fogsz izéni. Érted? Megpróbáljuk. Már egy picit, gyere sok előttől. Ide? Menjél be fele, ott nagyon sötét van. Menjél csak. Ide? Tettétek le nem oda, a következőbe. Ide, figyeljek ját, páci. Gyere már ide, bazd, abba a szobába. Kösz. Menjél be abba? Okay. Mélyítsd el a hangodat, hogy na most megjöttem. Megtaláltam? Hát de báci, itt viágott van. Hát hogy a passzomba? Viágott van. Nem a másik toba? Lehet, hogy a másik. Nézd, te keverted a tobát. Mélyítsd el a hangodat és mondjad, hogy megjöttem, te konyha malac. Gyerünk. Ott megpróbálom, Oté. Jaj, úristen! Hello! Szia! Olyan, hogy a tombolt ki... Ó! Kérem ezt a hangod!
ezt is megcsináltuk. Ez durva, hogy ez egy rögtönző terpő volt. A picit belement a hajad a számba. Áj, ez jó. Csináld még. Mi folyik oda bent? Hát mik ezek a hangok? Figyelj csak, Joker, tudsz jönni egy picit, gyere. Gyertek már légy szíves, mert itt baj van. Mi van? De most hívtok engem telefonon. Most gyertek, igen? Ja nem itt van, kint van, gyertek az irodámba, gyorsan siessetek, gyertek, igen? Gyertek. Jó. Futás, futás. Figyeltek csak? Most hívtak telefonon. Hogy? A izétől. Igen. A közüzemtől, igen? Hogy valaki visszatekerte az órát. Nem azt tudom. Te voltál. Nem? A plomba le van tépe, meg leszek baszva. Hol a vízóra? Itt van valahol, nem? Ja, ott van-e az ajtó mellett. Na most ez ki volt? Ezt ki fogjuk deríteni. Hmm. Mert ez a popátlanság ne továbbja. Báti! Szia Kárlito, gyere csak beszélni akarok vele gyorsan. Pillanyat, pillanyat. Gyere. Na mi a helyzet? Milyen íze volt? Mi mint a döglött izéne macskának? Macskos együk íze volt, igaz? Hát olyan, kicsit tamankát volt, de... Ilyen rákegyek a gyomrászodnak a kurvára. Te... Amúgy titta hajjett a számad, ilyen tőjtájak mentek a te, de nem van... Semmi baj, ez természetes, az az éve, hogy jól lakják közben. Igen? Viszont... Hát az volt, hogy... Igen? Hát a földjeé vettem. Micsoda? Hát a földje ment. Micsoda? Hát a bébánút új könnyei. Jó, figyelj csak. A fájától, jaj. Semmi hát, baj. Behúgyozsz-e, vagy beszartál? Vagy nem. Pröcskölted? Hát, pröcskölted? Nem, itt... Igen, ide, oda fütkültem. Ide, próbáltam oda, de nem jártam, mert tötét. Figyelj csak, Sin Scarlett-től a neved mától, gratulálok, ügyes voltál, és ezt akartam mondani, ez a kettőnk titka kell, hogy maradjon, ne mondd el senkinek. Ó, ti nagyon boldog, mint ti. Jó, igazán nincs mit. Hát, mi folyik itt? Én jöttem hozzád, akarok még veled beszélni. Igen, tessék. Ide gyere, létsz, erre. Amúgy ez full izé. Full random RP. Egy csomó ilyen helyzet van, ami tök random. És hozzátjak össze az egy dolog. Napokban eléggé megyünk, kisfiam. Oté, oté. Parancsolják. Szóval a napokban eléggé bunkó pillanat. Bunkó voltam. Uh-huh. Igen. És hát vettem neked valamit. Azt ez micsoda? Hát önj is ki. Jó, köszönöm szépen, kinyitom a dobozt, és mi van benne? Várjál. Az igen. Jézusom, ez egy óra? Hát igen. Úr, de pacek. Hogy emlékeztessen a boldog időkre. Jó, figyelj, ez ennek nagyon örülök, mert csuklomra is jó, meg a passzomra is pont. Hál' Istennek. Aha, hát szóval állítható, az én... állítható, igen. Köszönöm ezt az ajándékot, és át fogom gondolni a viselkedésedet most már. Aha, őszintén hát, mondom. Örülnék értek neki. Jó, én azt gondolom, hogy itt az idő. Oké. Okay. Gyere csak ide, piam. Nézd meg, kicsit kilabellózom a szállat, ki van száradba, igaz? Nézd meg. Igen, egy kicsit jobbra. Jó, figyelj. Jó, de itt nem csinálhatjuk végig, ezt tudod, mert meglátnak a szomszédok. Jó, hát majd befejezzük máshol. Jó, jó, figyelj. Jó, figyelj csak, azt gondolom, hogy ez itt elég is volt, egy kis ízelítő. És ha szeretnél okay még valamit, akkor tudod, okay, hol te lesz. Miklós, kezd az eszres. Hát most nagyon jól vagyok, úgyhogy... Dani, kösz szépen a 800. Most ez jó volt. Jó, figyelj, én azt gondolom, a kapcsolatunk szintet lépett. Hamarosan, is, igen. Hamarosan egy új kezdet reményébe fogunk itt tevékenykedni. Jó, gyere, légy szíves. Jó, jól hangzik. Mi van? Mi van, Carlito? Miért bőg a gyerek? Carlito, gyere ide, piam! Mi a baj? Mi van? Carlito, mi a baj? Mi a baj? Carlito? Mi a baj, Pia? Hadd betéljünk, én most tutukáljuk. Nem csucsukálsz, mondjad, mi van, mert rád berek. Mi is megyünk, jó? Aztán majd... Nekem is dolgom van, megyek készülőben. Carlito, mondani akartam, hogy ide mennél csaparodni. Gyerekes, fiam, megyünk haza. Tényleg az én most már... Ne küldözgessé, te légy szíves, inkább menjél, aztán csinálja valamit a képet, de már nagyon szörös. Ja, Hector.
Sziasztok! Kárli Tóka, majd megyek érte, jó, és akkor megyünk a játszótér, amit beszélünk. Igen, köszönöm. Köszi. Dávid, köszi két hónapot. Sziasztok, sziasztok. Gyere, Kárlito. Sziasztok, srácok, vagyok készülődő. Mi a faszom a csír, ez a hülye gyerek, hát? Joker, gyere már, bazzeg, olyan sztorimban, hogy beszarsz. Na, mondja te. Figyelj, csak kijött a konyhamarac, az udvarod. Igen? Baszni akart, tudod? Nyaljam ki, meg ilyenek. Micsoda? Mit csinál? Nyaljam ki a picsáját. Ezt a széttiport kozák sapkát, érted? Ezt mondta neked? Igen, mondta, menjen be a szobába, sötétítse be. Beküldtem a izé Kárlitot. Az kinyalta. Aha. Baszd meg. Azt a kurva. És tudod, mi a durva az egészbe? Hogy meg is tette? Nem. Az volt az a hang. Az, akkor? Az, hogy nincs semmi lelkiismeret fordulásom. Érted? Ez mondjuk komoly. Most edzek. Az milyen íze volt annak a disznónak, ha? Azt mondta, hát nem azért, csak kérdezem. Olyan, mint egy izé. Mint egy macskaseggyuk, azt mondta Kárlitó. Szaga is van volt neki. Rám lehet, kiszédültem majdnem, bazga a hajamban. Az igen. Bazd meg. Milyen egy papátlan világban, nem? Azt a Kárlitó anyja meg bekapta a faszomat véletlenül. Tudod? Elmentem húgyozni, ez megbotott az a kurva madárpészek fejébe, az pont ráharapott. Mint egy kubasz úgy rásta. Érted? Adtam neki, egy popont így, a kurva anyádat, mennyész el innen? És akkor elszaladt. Beszarok. Mi történt? Milyen nap van ma? Milyen világban élünk? Teli holdban vagy? Mi a faszom? Balázs! Hova mész? Hát megnézem, hogy teli holdban-e. Nagyon szépen kösz Balázs, kösz szépen a 3 hónapot, Dávid a 2-t. Laci, kösz az 1000-est, nagyon szépen kösz. Nem látom a holdat. Jó, figyelj, öreg, én elmegyek, ledülök. Mert holnap korán kellünk, azt nyomatjuk, jó? Úgyhogy majd tala. Jó, figyelj, nekem nagyon kell szarnom. Ha menjél, én addig alszok, azt se szült akarsz a szabadítődbe. Lucán, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 rongyot. Nagyon ranyos vagy, és nagyon-nagyon szépen köszönöm az állandó támogatásod. Nagyon nagy király vagy, és kösz szépen. Zsombor, kösz szépen a 2 hónapot. Kösz szépen. Kösz szépen. Szík, neked is kösz szépen a 2 hónapot. És mindenkinek nagyon szépen köszönöm a támogatást, srácok. Nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen. Boldog szülnapot. Egyébként tényleg ma van. Az egyik a sok közül, az tényleg ma van. Hanyadika van ma? Június 5, ezek tényleg. Tényleg ma van. Gergő, kösz a 200-at. Nagyon-nagyon szépen kösz. Kösz szépen. Hogy vagy, atyám? Nagyon jól. Nagyon jó vagyok most én. 12 órával később. Azok itt egy narrációk vannak. Nem tudom, hogy... Ennyi? Dehogy is, 12 órával később van. Hát nem látod? Én vallásos vagyok, teljesen igen. Kedvenc élőlény vagyok. Hát, baszik, ez nagyon jól hangzik. Krisztófer, kösz az 1000-est, nagyon király vagy, köszönöm szépen. Kösz szépen. A bárba megyek valamikor, nem tudom, 2 héten belül szerintem. Nem most, hanem jövő hétvégén, de nem tudom biztos, nem megígérni, úgyis posztolok róla, szóval nem tudom. Boldog születésnapot, köszönöm. Ma is születésnapom van, srácok, megmondom őszintén. 18. 18. születésnapom van. Nagykorú lettem. Máté, kösz a szubot! De amúgy nem ma van a szülinapom, csak nem, komolyan beszitek. Nekem többször van egy héten. Úr, emlékeztek? Azonnal bilincset rájuk. Jó, nem kell. Most egyből... azonnal. Álljon meg! És ne menjen sehova. De meg vagyok álva, mi van? Jöjjenek kolléganők, és bilincseljék meg. Kézzel a 7. hónapot, ami lehet, hogy 8. A másik 2-t is. Dani, kösz a 400-at. Ó, rendőrnő, maga motozzon meg. Jó, legyen szíves. Én is meg bilincselem itt a... Motozzon meg, kérem. Éva, kösz szépen a szubat.
János, neked is. De nincs ajék meg. Ide jövök, hátra húzom a két kezét. Aja még! De rég volt. És meg gyűlítselem. Nagyon ez jó. Ez nem is tudom, egy hónapja volt. Vagy most meg vagy. Bocsánat, ne tegezzel, legyen szíves, jó? Meg fogom fogni ülem a kezét. Jó, a másik kettőt a protokoll szerint járjanak el és szaparálják el most azonnal, jó? Igen. Neked boldog szinepot. Vigyék ki innen. Akkor ma van. Én velem, ulem. Az öreget sörként. Viszem ki. Jó, az öreget kiviszem. Én áldozott vagyok. Persze, bedarált a rendszer. Gondolom. Na mi nem maré? Krisztián, köszönöm. Kezdem elkísérni az urat. Kövessenek a kollégák. Erre jöjjön. Kiflicica, kösz az ő CHF-et, nagyon-nagyon szépen kösz. Ma van a szelinapon. Mindenki azonnal menjen ki az alagútból, mert nem holnap biztonságos, bármikor megtámadhatnak minket. A protokoll szerint járjunk el, és menjünk kifele. 4 évesen született az első fiad. Most neked itt véged. Szerényebben. Te egyébként a marék vagy, vagy mi? Ugye csak a fasznak nem én vagyok a rosszabbik végén. Hát de, mert a buzi vagy. Szóval... Oh, jaj. És az én faszom szapkodod, vagy mi? Hát én biztos nem. De tényleg buzi vagy, most ezt nem kellett adni. Matematikus vagy, vagy mi a faszom? Hogy jöttek? Fogunk adni egy jó kis interjút, jó? Vagy bocsánat. De eresszem már, nem kell cibálni engem. Nem fogom eleresztem, mert tudom, hogy el fogsz szaladni, amilyen vagy. Hozzátok a többieket is. Köszönöm szépen. Na itt fogunk. Itt fogunk egy riportot adni, jó? Milyen riportot? Hát... vagy a város bűnözőjét, hogy kapta el az LSPD? Jó napot, kiskezi csókolom. Üdvözlöm. Szép jó napot kívánok. Ez az utolsó kívánságom, halálos beteg vagyok. Csókoljon meg. Gyerünk. Nincs csókolózás, egy bűnözővel. Gyere, nyelvezzünk. Éva, kösz szépen a 4-ről, jött olyan nagyon szépen kösz. Nem elvezi. Tamás, kösz szépen az 1000-es, nagyon szépen kösz. Várjon még. Jó. Akkor kezdhetünk, kedves riporter hölgy. Akkor 3, 2, 1, hát. Üdvözlöm a nézőket. Kéti vagyok, a Femzon TV helyszíni tudósítását látják a bankrablást követő üldözés és elkapásról. Mellettem áll James Philly. Szép jó napot kívánok, James Hill vezérezredes vagyok az LSPD-től. Meg vagyok pászba. Bocsánat. Jaj. Jó, bocsánatot kérek szépen. Van egy kisebb pollen allergiám. Az van neked. Szóval az LSPD a kiváló munkájával elkapta ezt a bűnöző embert, aki kirabolt több bankot is, illetve egy csomó bűnlajstromot lehet felsorolni rá. Még egy, akkor melyiket? Tessem már mondani, mert össze-vissza hazudozik maga. A rendszer áldozata vagyok, jó napot! Politikai és mindenféle kapcsolatot felhasználva tették tönkre az életem. Semmilyen közöm nincs semmilyen rabláshoz. Egyszerűen csak belekényszerítenek ebbe a helyzetbe. Kérem a Pókusz nézőit az RTL klubnál, meg a TB2-nél, mert lemegy ugye a adásba. Ugye leadják. Legyen szíves, fejezze be. Mozart, vesz az 1500-et. Kérem, adja be. Kérem, James Phil, mesélj el. Hogyan kapták biztos, el a bűnözőket? Hát ugye a rendőreim a legjobb Laci, kiképzést megkapták, én felügyeltem főleg a kiképzésüket, én adtam át az tudásomat nekik. Úgy én is azt mondom. Gyönyörű pitmanővert bemutatva, kiforgatták a gépjárművet, ami biztonságosan megállt, és el tudtuk kapni ezt a bűnözőt, akik többek között állatokkal is szexuális viszonyt folytatott. Ez aljas rágalom, bocsánat. Ez egyáltalán nem igaz, semmilyen szexuális. Illetve ugye a legnagyobb bűne, hogy a paletói bankot kirabolta. Ez is hazugság, ott se voltam. Most szedtek ki engem a rendőrautó csomagtartójából, és tulajdonképpen nem is tudom, mi történt. Áldozat vagyok, kérem segítsenek. A bankrablás helyszínéről láthatták nézőink az előzőleges felvételeket, valamint a rendőrség ígéretet tett arra, hogy a helyszíni üldözésről a drónos felvételeket is szintén láthatják majd nézőink. Köszönjük szépen, és vigyázzanak magukra az Anta LSPD nevében. Anta, jocok összezett nagyon szépen. Köszönjük az LSPD-nek és önnek is, James Phil. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra. Köszönjük szépen. Na akkor kollégák, a következő a terv. Szépen én fogom vinni az öreget egy autóba.
magammal. Kérnék szépen még egy embert, sprintőr nagy maga fog velem jönni. Igenis. Te mit üssz a passzopó? Gyere ide, üssé össze, engedjél el, te csöves. Megérdemelte, ne is foglalkozom vele, szájba lesznek baszva mindnyájad. Jó, és akkor elindulunk a konvojban, megszokott konvojunkba, jó? Ami melyik? A protokoll az előír, az 58-as paragrafus 15-ös bekezdés alapján a C. Na hál' Istennek. Jó napot, kisasszony, elnézést. Tessék? Szabadítson már ki, legyen szíves. Ki? Kisasszony. Kérdezte. Ha, 1-0. Maga kivel beszélget? Bocsánat. Magának. Abba adja, uram, kérem. Na te ne popázzál nekem, szájba baszkodlak. Mit hagyjak abba? Ne ragudjon már, piatelem. Igen, uram. Na jó, elmegyünk, beszélgetünk egy kicsit ketten. Én nem akarok veled beszélgetni. Már pedig fogsz. Nem, nincs buziskodás. Na. Igen? Na most, én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy én kaphattalak el. Én kerítettelek megint kézre. Figyelj csak. És a jelvényed be van vonva, véglegesen. Majd azt én meghatározom, hogy mi van bevonva. Mm-mm, és itt a puezredes, és senki nem tud kiszabadítani innen. Majd meglássuk a végén, jó? Én csak ennyit mondjuk már. Neked. Na, figyelj már ide. De nagyon vicces van. Figyelj már, komédiás buzivirág. Ereszél, ne vedd le a bilincset, gyere, üssünk össze. Legyen csak ez a végjáték, hogy szobd be azt a nagy lucskos faszomat, azzal a retkes popáddal. Hát zacskóval a fejemen én eldugulnék egyébként. Mert mi van de... akkor? Ha, én meg passzal a picsámba dugulnék el. Olyan csúnya vagy, hogy masz kellett rád zacskó. Most tudod, hogy ennyire erre mi a válasz, kellett? Nem? Az anyádat mégis megbasztam, ugye? Tehát, hogy... Hát igen, azt mondta, hogy mégse tudtad kielégíteni, sajnos nem is az volt a cél. Mindenkinek ugyanannyi ideje volt. Na erre szépen, azt üssünk össze akkor. Dóra, nagyon majd szépen kösz az ezeret. Majd kérdezd meg a tédet is, nagyon hogy nagyon James Field. James Field vezér ezredes, mit csinált vele? Kollega, szálljon már ki, legyen szíves a kocsiból. Ugorjál már ki a kocsiból, mert letépem a májadat. Csabi, kösz szépen a 13 Dodót. Jó. Dóra, nagyon szépen kösz. Mi ez a susmorgás? Figyelj, mert a rádióban susmorognak. Legyen szíves, szállítsa be a kocsiba. Légy szíves. Jó, szállítsa be. Hogy hívnak, piam? Sprinti, uram. Micsoda, sprinti? Tanyádék, jó kibasztak veled. Ugye csak van egy kis apró zsebembe, vedd ki, vedd le a bilincset, azt ne is lássuk egymás soha többet, jó? Mit gondolsz? Hát ő most egy gyanúsított, uram. Ó, de hogy is, már elengedtek. Ártatlan vagyok. Érted? Értem. Jó, az urat besegítem a járműbe. Redeem, kösz szépen a szubot, el szépen kösz. Igen? Jó, behelyeztem az uratot. Mi szarszak, Bori? Bekötöttem a biztonsági övét. Jó, kérem kollega, hogy vezess. Ki tudnám mondani a kedvemé, hogy sistereg? Nagyon sistereg ez itt most. Uram, készen állunk a szállításra. Ez uram. Indulás. Nem áll módunkban. Nem magához beszéltem. Szeme folyam ki. Másikba. Igen. Hát uram, eléggé figyelti magát. Micsoda? Így beszél. Így beszél. Mert hogy beszéljek verébarcú? Ha? Mi vagy te, van logopédus is, vagy rendőrség mellett? Vagy mi az induljon meg, forduljon meg, és át az alagúton. Fordulunk. Jó, kérem, vigyázzanak. Harmadik vágányon nagy paszok érkeznek. Te tudnál jelölni, hova megyünk, uram? Ne tegezzél, megmondtam. Mit tegezel? Nem vagyunk barátok. Figyeljenek ide, uraim, most őszinte leszek magukkal. Ártatlanként vagyok itt ebbe az egész ügybe. Hát, uram, gondoltok, hogy ártatlan. És egy kis pénzt tudnék adni, hogy egy kis baleset történjen, hogy ki tudok ugrani. Nem tudom, hogy ez deal. Kis fizetés kiegészítés. Nem jó ötlet? Uram, tudja, hogy a járőrautók is be vannak kamerázva, ugye? Mert szexfilmet akar forgatni, abban nem veszek részt. Tehát azért mondtam, hogy pénzt adok, de szopni nem fogok, nem vagyok buzi. Hogy inkább rohadjon rám a műanyag lakat. Nincs fék taxizás. Na, nem érdekli magukat az üzlet? Nem, egyáltalán nem érdekel szerintem. Szabasz öreg.
Megint balafasz voltál, úgy hallom. Addig, hát te már... Ugye ide, elmondom, hogy mi lesz. Igen? Hallasz? Bólogatok most én. Na figyelj ide. Megint segítenem kell, bazd meg rajta, nem hiszem, hogy ilyen balafasz vagy. Figyelj ide, el kell játszanod, hogy nem tudom, valamit okoskodjál ki valamit, bazd meg, hogy megálljanak. Úristen, rosszul vagyok, uraim. Én cukros vagyok is. Próbálkozzá, öreg. Segítség. Meg kell állnatok, akkor tudok csak segíteni. Segítség, uraim. Rosszul vagyok, elkezdek remegni. Az úr rosszul van, állítólag cukorbetegségben szenved. Habzik a szám. Nem tudom, van ilyen remegő parancs. Uram, a gyanúsított azt mondta, hogy rosszul van, mi legyen a tendő. Fantás, Csabi. Elkezdek remegni. Habzik a szám. Segítsenek már. Kiabálj már, hogy valamit csinálj. Segítség! Segítség! Jaj! Álljon meg, kollega! Jaj! Úristen! Úristen, nagyon félek! Nagyon félek, uram! Jézusom! Jaj, ne! Szálljon vissza a gépjárműbe! Kinyitom az ajtót, úrnak! Jézusom! Fogom, uram, semmi baj. Már recegek is, zikkel rohamomban, segítsen, meghalom! Az Isten megbassza, segítsen már! A rohamomban! Mi a fasz? Jaj, ne! Nem, itt kösz szépen! Elnézést! Segítség! A rohamomban! Szükségem van, Jézusom, igen, szükségem van! Mentősre van szükségem, geci! Rohamom van! Cukros vagyok! Rosszul vagyok! Egy lábalövés, nem? A lábalövés kérvényre szokott. Megsakult, hogy sikeresen. Nem lehallják, hogy rosszul vagyok? Jó, visszacsatom az úrra, vezetőszárat. Az Isten faszát! Megfogtam a gyorsítottat, megpróbált elmenekülni. Rohamomban, hát cukros, rosszul vagyok. Majdnem sikerült már. A buzi fénykép kikerült már. Ez nagyon jó zene. Jó, van, dugolj mellé, kikeresse a véleményedet, puli. Ha? Tejbe gríz. Kérsz egy popot? Szebbemna kollégával, szebben beszéljen. Nem beszélek Jorkikkal, uram. Milyen Jorkikkal? Milyen? Ez az a baj. Te szardu már. Ige? Segítség, elraboltak. Jó, uram. Kinyitom az úrnak az autót. Segítség, el vagyok rabszolva. Ne izgulj, az embereim kész állnak. Tudod, hogy passzolni fogtok? Ezért? Ha? Dik, mit prüszkölsz? Allergiás vagy? Vagy mi a passzol? Figyelj csak, RSZ-hez beülök én. Nem vagyok lebédulva. Érted? Tehát becsületes gyerek vagyok. Hallott te puli arcú? Na hát. Jó, átcsapok az úrra egy szilikon bilincset. Jó. Felraktam a szilikon bilincset, kinyitom az úrnak az ajtót, besegítem és becsatolom a biztonságot. Hoppá. Na. Majdnem sikerült. Üljem, beültetem. Ugyan, kinyitom neki a gépjármű ajtót. Én előre ülök most, mert rosszul vagyok. Jó. Így, jövőre, patrán. Elnézést, fiatal ember. Valami csicska zenét lehet kapcsolni ebbe a trágyadomba? Bilincs van rajta? Van, igen, van. Hogyha lenne. Legyen már szíves, kapcsoljon már valami zenét, mert rosszul leszek mindjárt. Vagy ebben nincsen rádiómunk, nem szoktak hallgatni? De olyan ismerős magam van, nem a Steiner Kristó? Uram. Hát egy celeb. Nem maga az? A Hopper Misi? Szobd le azt a szokkopádat, hát most kérdezek valamit. Figyelj ide, öregnek. Harmonc. Ez majd egy bankok.
meg kell állni, már meg kell állítanod a konvojt mindenképpen. Mondjad, hogy szarnod kell, vagy bármi. Hol? Ott kell megállítanod, jó? Hát de hol? Van a rádió. Hát bazd meg, nem tudod, itt van egy bank, ne legyél már hülye. Hát de nem hallottam, hogy szól a rádió. Nem hallasz. Most mondta neki, hogy Isten, most mondja. Figyelj már, te milyen istenről beszélsz itt? Figyelj csak! Te milyen hívő gyerek vagy, vagy mi a rontos passz? Elnézést, uraim! Nagyon kell szarnom, de már pirkál a vége. Nem tudnám megállni egy pillanatra? Jelzd el, hogy rosszul vagy, és szarnod kell bármi, de bocsánat, uram! Uram, elnézést, hall engem! Uram, meg kell állnunk, azt mondta az úr, hogy nagyon kell szarni, és rosszul is vagyok. Uram, nagyon kell szarnia? Kaksizni kell. Itt egy picit álljon már meg, legyen szíves, mert nem bírom ezt. Ez a stresszem, mi történt itt? Csak ide jövök, ide szarok egyet, jó? Itt a bokorban, nem szaladok uram, el? Uram, jöjjön velem, anyám, itt van egy WC, meg. Jöjjön. Hát inkább ide szarni. Hova? Hol a WC? Hol? Hova menjek? Jöjjön, uram. Van mosdó. Jöjjön, itt a WC. Merre van, bocsánat, itt? Itt. Szuvenyírt nem vesznek neked? Itt, uram. Nem. Köszönöm. Ez? Menjen be, intézz a dolgát, uram. Szóljátok, hogy benn van és indul. Jó, figyelj csak. De ne leleskelődjön, mert azért szarni már csak tudok egyedül. Biztosítsák a terepet, azonnal a 14-es akcióban van. Jövök. Kalányos Sebastian. Azt a kurva, 7000-en vagyunk. A lájkot meg kinyomja meg, bassz meg. Nem nyomja meg magát. Dávid, kösz a 287-et. Georgia Subba, te szépen kösz, és Dóra, te szépen kösz még egyszer. Az úrnak fájása vagy mi? Nagyon szarik itten, ha. Figyelj csak, kinyúlok, úgy popább baszlak, hogy összehányod magad. Te mit zavarkodsz itt, szarás? Kollega hagyja, hogy végezz a dolgát. Istenem, ilyen egy szexuális bántalmazás. Lőnek minket, lőnek! Jézusom, lőnek! Fedezéket keressenek azonnal! Jaj, uram! Jézusom, segítség! Elnézést! Jézusom, de mi? Maradj itt rá, mikor egy. Menj már oda, mert szerintem már egy évire. Nem merek, mert nagyon meleg szenyák. Jó napot, uraim, mibe segíthetek? Maradj itt. Húj már el, bazd. Jöjjön ide le. Nem adj, dobd meg egy fegybert, hallod? Teszkós ninja. Ott lövök, mindenki persír. Ne aggódj már, öreg itt a jobb kézőn érve. Ülj le a seggedre. Ez az erőszak, mindig ez az erőszak, bazd meg. Öreg, mit csinálsz, bazd meg? Szállnál a kurva autóba, öreg. Gyere szia, már. Jobb kéz, mi a helyzet? Gyere jó vagy? Jó van, mit kell ordítani, basszom ki a gyomról? Szia, mi a helyzet? Itt kereslek már, nem tudom mióta. Mert csánszkáz, bazd meg, a legnagyobb tűzszer. Figyelj, tudod mi történt? Normális vagy? Elmondjam. Elkezdődött a lövöldözés. És a rendőrnők le akartak szopni. Álljatok le, hülye kurvák! Alig bírtam kiszabadulni a gyűrűjükből. Érted? Igen, biztos így történt. Picsám, a kerekemet is kilőtték. Egy kis kezű csókolom. Hát persze, az igazat mondom. Hogy a paszban lehet? Szofi, van nálunk pótkerék? Az a neve... Szerintem van. Igen, ott hátul van. Az a neve magának, hogy Szofi? Ez valami tulajdonságban? Nem, most komolyan kérdezik. Most a hölgyel foglalkozzál. De kérdez, azt, hogy Szopinak hívják, csak az, hogy tudjam. Na, ide figyelj, öreg, nem vagy te kicsit telhetetlen? Micsoda? Én? Hát mi a piramis, meg ilyenek? Te figyelj, te honnan tudok figyelj. Mindent, öreg. Na, ide figyeljen. Beszéljük inkább a lényegi dolgokról. Kik voltak a kis barátaid? Hova lettek? Mi történt velük? Figyelj. Elmondom, mi történt. Egy nagyon szomorú este volt. Hűvös volt, de nem az izékel. Kiléptem az utcára, kunyarítottam egyet, és megláttam az utca végén, hogy különböző szexuális beállítottságú nők és pérpiak elkezdtek felém rohanni. Kicserélem. Várjál, valóban félre kell állnunk.
benzinkutat félreállunk kicsit. És akkor így történt, igen. Kell a pókerék innen. Kedves Szopi kisasszony. Igen. Nagy tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy... hogy magának ez a nép honnét jött? Kezdjük sok. Hát nem a cigiből öreg. Az évek meg a rutin. Ne bassza már, komolyan. Szofi, tartsad rá a fegyvert, nehogy ízem ilyen cicek ilyen. Ja. Jó? Én a barna Szofit szeretem. Maga is. Mit csinál? Maga gondolom a lengőt szereti, a bőrt, igaz? Maga nagy külsebb jól lehet. Na. Várján. Sokkal szebben. Hát de most ne hagyd ide, kocsihoz. Hát most csak beszélgetünk. Beszélgetünk. Na, öreg. Igen? Okosan itt a Szofiával. A Szofia, ismeri ezt a zenét, kis kegyed? Ezt ki nem ismeri. Tessen mellerakni azt a pisztolyt, mert a világ legerősebb fegyvere nálamban azt megvillantom, maga se tudja kordába tartani a hormonjait. Az biztos elröhögem magam, és itt fogok fetrengeni. Miután meg lett csinálva. Igen. Jó? Fodd be! Öreg, pinát látsz, egyben elmegy az eszed. Az a baj, a faszal is ugyanez van. Neked hát tök mindegy, pina vagy fasz. Anyáddal. Én vezessek? Tudok vezetni, nem, vezetek én, ne aggódjál. Kis motorra igen. Van. 50 köpcent is ne. 50 köpcenye alatt. Ó, hát tudod, hogy egy kerekezik a robogóba? Bázd meg. Tudod, mit vezessél, öreg? Áramot. Jó, főnök, jó hallott, és ezt mondtad? A két diktapon, hát. Figyeltek csak! Hát, nem véletlen. Megmentettem az életeteket most. Köszönöm szépen, főnök, ezt akartam én is pont mondani. Öreg, kussoljál már el. Na, figyelj már ide. Kik igen? Maradtak ott a rendőrökkel? Mert kurvára nem sikerült senki más kihozni itt a jelentések úr alapján, Isten, csak téged. És kurva sok embert vesztettem, úgyhogy baromira nem vagyok mókás kedvemben. Úgyhogy jól lesz öreg, hogyha nagyon gyorsan elkezdesz gondolkodni. Figyelj csak, hát a barátaim. Milyen barátaid? Neked egy darab barátod nincs. Hát most ez igaz, tényleg nincs. Ilyen tarcsi barik, érdekbarik. Hát most mi van abban? Irigykedsz, vagy mi? Nem, én de egyébként olyan, én sajnálom őket. Hát a csapattársaim, tudod. Mert pompo, persze, mert amikor... Ki? Az Ace Combine Lajos meg a kappa hang. Gimiben jártunk, akkor izé voltam. Az mikor volt? 64 nyarán? Meg senkit nem érdekelnek a vicceit. Milyen vicceim, Dick? Ez nem vicc. Ez... Most mondom, hogy kik voltak a brigádban, de bazd meg. Ti nem lehet, hogy közbe vágtok. Itt egy a lényeg, ott hagytad a barátaidat megint. Hát mert muszáj volt. Na, és téged is nekem kellett kirántani. Megint a szarban, ugye, öreg? Na jó, na, de akkor nem leszek hálni neked. Igen? Igen? Na. Persze. Ezt hallgatom, kezd érdekes lenni. Örülnék, már végre meghálálnád, hogy mindig megmentelek. Figyelj, most a jobb zsebemben van egy orbitrágó, van benne még kettő. Jobb zsebedben? Kettőt adnak. Humorizálunk, öreg, humorizálunk. Igen, nyugodtan, nyugodtál basszál ki a pofont. Pejezzétek már, mert most nem barátok. Hogy megvertem. Nem bírt leütni. 5 perc időt. Én ezzel tisztában vagyok, nyugodjatok meg, de most tényleg ez van nálam, bazd meg, most mit csináljak? Van nálam egy Orbit, kettő darab reklámba és kettőt adnak odaadom. Rüljél bele, bazd meg. Mibe, az Orbitba? Igen, abba. Nem szimpatikus, hogy így beszélsz velem. Megmondom őszintén, hogy rosszul esik. Na, öreg. Igen? Kik voltak veled? És hányan voltak? Hát a Jokers. Lajos? Csókán? Többére nem emlékszem, mert... Nagyon jó, az autista Lajos, ugye? Nem szerinted, autista. Szerinted, beviszik a rendőrök, igen? Akkor mit fog elköpni a zsákáknak? Hát erről beszéltem, hogy hát most mi lesz velem? Hát valószínűleg mindent. Mi lesz hát velem? Igen. Velem? Nélkülem. Öreg, hát... elmondom neked, hogy nem fogom estet elisírni a párnámat. Ugye, Szofi? Amikor az Erzsi, picsáját intéztem neked, akkor pedig azért nem így volt a hozzáállás. Szofi, ez majd megbeszéljük. Az Erzsi picsáját sem intézted el, ugye? Dehogy nem, mert megbasztad, ne hazudjál. Megbasztad az Erzsébet utalvány. Mondta is, hogy milyen kis csökött passzod van. De ezt ő mondta, nem én. Nem, ez nem igaz. Lehet valakivel összekeverte. Hát nem hiszem. Lehet a jobb kezével. Ki az Erzsi? Igen. Jobb kezében? Hát pontosan. Jobb kézzel. Nagyon zavart az a tábló téged. Igen. Amúgy tényleg zavart. Figyelj, mi lenne a partiba vágnánk itt a Szofit? Na jó, öreg, most tett elegem. Szállj ki az autóba.
De bazd meg, komolyan kérdezem, mert most nem jár egy kis szórakozás erre a stresszre? Figyelj már, öreg! Szórakozhatok én! Szórakozzál! Igen? Üsd meg, csak üssed! Nem. Hoppá! Úristen, nagy gyönyörű, elájultam, megcsapott a picsa szag. Kiszédültem. De... BOOM! Mi csapott meg? Bocsánat, hát egy lány agyom van, öreg! Ugye csak, maga úgy is, mint egy lány! Bocsánat! Maga meg úgy, mint egy gyerek, gondolom. Nem akarom, ez ilyen öreg, de te is úgy is, mint egy lány. Mert én még nem ütöttem. Na gyerünk! Ne tessen már bántani, hogy szopjam be azt a nagy mocskos popáját magának, kezűsókolom. Tessék, Jenny! Hova, mi tegezzél nyugodtan, most már vagyunk a viszonyban. Megpoghatom azért, te be patát. Ha? Tata, megtudja. Hát, hogy ne tudja? Mi... Pám! Na mi van? Az az anyja a kurvának! Na, öreg, adj neki! Öld meg! Állj le! Mi van, basz meg? Na mi van? Légy szíves! Fejezd már be, basz meg. Én már rúgtam szájba nőt! Jézusom, ne lövöldözzél már! Fejezd be! Én meg már lőttem lábom véncsövest. Ezek ennyi erőszakot, komolyan gyerekek, ennyi Hozzak erőszakot! Hozzak egy első segély! Pofaszál! Na, öreg! Figyelj rám egy kicsit, légy szíves, jó? Hát azok figyelek nagyon. De mit kell egyből berökedni? Menjünk befele. Gyere, szállj be az autóba, van egy kis dolgunk. Vagyis hát neked van dolgod. Ugyanis, hogyha a kis Lali barátod bekerül a zsernyákokhoz, elköp minden, akkor rád fog rohadni a kibaszott műanyaglakat a kóterben. Ugye ezt vágod. Bálint köszön a 420-at. És onnan sem én, sem a főnek nem fog kihozni. Figyelj csak, akkor most... Én gondolom, most ne szopja lap, vagy ilyesmit. Erre megy ki a játék, de őszintén. Mire? Most leszopjalak, arra megy ki a játék? Vagy mit szeretnél? Komolyan kérdezem. Nyílt lapokkal játszunk. Azon öreg, hogy szedd össze magad és sikerül szabadítani a barátod. Hát de hogy a faszomba? Ott van a Joker is. És ő ugye rendőr. Az rendőrök is vagytok ugye elméletben. Hát igen. Elég nő szarban vagytok. Hát de hogyan szabadítsam ki? Rád egy picit, hogy gondolkodj? Hát ez már te bajod. Ez már te bajod, öreg. Ha jól tudom, kiírtátok valami polgármesternek itt az ikertestvérét, meg megölegettetek valami embereket, Carlitónak is barátait. Nem. Ugye, öreg, tudunk a szarjátságaidról. Ezzel ilyet nem csináltunk mi. Mi nem gyilkolunk, bazdmeg. Hát, egy gonddal kevesebb, én úgy látom, öreg. Mégre megszabadulunk tőle. Én öreg. Micsoda? Figyelj csak ide. Igen? Pont leszarom, hogy hogy fogod őket kiszabadítani, az a lényeg, hogy segítettem neked, most te jössz. De, az... De én azt hittem, hogy barátok vagyunk. Hát kurva nem vagyunk. Nem szeretsz már. Hát, barátok? Hát igen. Kurva nem vagyunk barátok, öreken elvettél. Nem is voltunk, mindig is a főnököd voltam. Figyelj csak, jobb kéz, amikor jöttél nekem oda, hogy intézek egy randevút, akkor sem voltunk barátok, akkor ezek szerint? Nem, akkor testvérek voltunk, öreg, de ez most nem ide tartozik, jó? Ezt legyen. Zsirosztok vagy öreg. You are not my friend, you are my brother, my friend. Tudod, hogy van öreg? A cigányul lehet tud mondani, mert nem ért, csak úgy értek. Taj básodile boj sziliszkod rájó. Ez most neked öreg, egy igazán pályó. Öreg, ezt megmérted a szarikulálni, ez a lényeg. Így van, és ne betel. Vaspasszú magai, kösz szépen! Azt tudja, milyeket csinálni. Hol vannak a barátaim, azt tudjátok? Növegyek, hogy szétbaszom a polgármestert. Főjelentek mindenkit. Kedves Szopi, nem masszíroznál meg a hátamat? Nagyon pály, mert perekedni egy baseball ütővel nagyon szívesen. Figyelj csak ide, őszinte lehetek magában. Ne. Most le fogom smárolni. Jöjjön ide, csókoljon meg. Inkább nem. Hát öreg, térjünk már vissza kicsit a tárgyra, mert megint a kis főnökkel, kis büdössel gondolkozol ott. Ja, bocsánat. Szofi, nyugi, nem kell. Ne bántsd, jó? Élve kell egyelőre nekünk. Hogyha nem tudjuk kiszorítani a kis pajtásit, akkor meg úgyis megoldódik ez a probléma. Kis lábóját attól ellőhetem, nem? Nem, már előttem neki, úgyhogy... Mert... Elég kevés lábóid, azt fél is folytatjuk. Azt visszakaptam, a bolyó, azt megsérül. A lábóid ott van. A kis pöcsöd meg valahol ott fent. Na, öreg. Levi, köszépen. Elmondom akkor neked, mi a történet. Most ugye rajta ütöttünk ezen a konvojon, ami téged szállított, ugye? Zétény, köszépen! Az ilyenkor a bevett rendőrségi protokoll,
hogy egy védett helyre szállítják a többi elkövetőt, és oda menekülnek a rendőrök, már akik túlérték. Igen. Tudsz követni? Igen. Szóval így nyertek egy kis időt, mert nem kihallgatni vitték őket, meg nem is a börtönbe, meg nem is a bíróságra, hanem egy védett helyre. Viszont a védett helyet annyira védik, kurvára nem tudsz rajtuk ütni, szóval na esélyed sem lesz kiszabadítani a kis barátaidat. Szóval. Magyarul elmondva, az a helyzet, hogy akkor tudod kiszabadítani őket, amikor a védett helyről a PD-re, vagy tudj a faszom hova viszik őket. Értem. Mondjuk, amikor a balfaszok kaptak el, na mindegy. Hát öreg, ebből is látszik, hogy igazi amatőr vagy. Miért? Miért? Most miért kell ezt mondani? Ne, megmozgatom majd a belső szálainkat, majd megkérdezem a korrupt rendőrünket már, ha túlélte. Meg az embereimet, hogy próbálom összeszedni, akik túlélték. Figyelj, én azt mondom, hogy a Jokert kiszabadítsuk, ő fizet, kipizet minden károdat. A Lolit is ki kell szabadítanod, mert hogyha... Rengeteg pénze van. Lolit is oda... Ez nem érdekel, ez már te bízisötelek, te szarod. Te másszál ki belőle. Egyedül. Vagy ahogy akarsz. Tökem tudja, úgyhogy én nagyon gyorsan elkezdeném törni a fejem helyetbe, hogy tudnék ebből a csávából kimászni. Jó, de egy ilyen ruhát kérhetnék ehhez akcióhoz? Nem. Hát nagyon jól nézel így is. Tényleg? Igen. Jól nézek ki? Ezzel a zsákkal a fejeden esküszöm, csak javít rajta. De ugye tudod öreg, hogy most megint jössz nekünk egyel. Persze, hát nem felejtem el, hol vagyok, mint az elepánt. Igen. Az nem felejt. Na figyelj. Van a keleti autópályán egy világító torony. Tudod merre van? Igen. Na, onnan fog indulni a konvoj. Ott kell rajtuk. Jó, és... Figyelj csak, na jó, van öreg, hát ne szabadítsuk ezt. Keres embereket, kérje meg valami hajléktalanokat, nem tudom kit, kérje meg bárkit, menjenek segíteni neked, mi ennyit segítettünk neked. Jó, köszönöm ezért. Jó, köszönöm szépen, és akkor megyek és keresek valakiket. Menjél is, szavasz. Kedves Szopi, örültem, hogy megismertem, legközelebb női nadrágot kéne fölvenni, mert gyerek gyújtsál rá egy cigire, öreg vagy valamit. Gyere, Szopi, menjünk a picsába. Öreg. Mi van? Szívjél egy cigit, ülj le itt az út szélén, gondolkozz egy kicsit. Jó van, szobd le magad. Na ne gyere belé, mert elbasz. Sziasztok. Szedd össze magad, hajrá. Most hagyd gondolkodjak egy kicsit. Ez neked nehéz az. Egy jó cigi mindig segít. Mi van öreg, szar napod van? Szebasztok fiai. Figyelj csak, eléggé. Szabad. Nagyon rosszul vagyok. Ha nem mesélj, mi a helyzet? Hát bazzik, ide jött egy kurva, és azt mondta, nem hagyom, hogy leszopjon, belemet kiereszti. Ez úgy kénytelen volt. Most nagyon nagy bajban vagyok, figyeljetek. Figyelj már ide, ott hagytam a cigarettámat, adjál már egy 100 cigit, bazzik. Ne szegj, pap. Kiveszem a számból, ne szegj. Ez az egy van, de odaadom, láss, hogy bagány gyerek vagyok. Na, akkor... Ti ilyen izék vagytok itt, ilyen... Egy törnyös férfiak? Hát ilyen családi szövetkezet. Csak szimplán cigányok. Az én is cigán vagyok, kézzed, de én is én vagyok. Na. Lobári. Rumúró. Januar. Ami jól lát cigányok. Figyeljetek már. Na van, igen. Kézzeljétek el, hogy van nekem egy szép öcsém, azt elrabolták őket a rendőrök. Na hát akkor kezdjük ott, hogy mennyi pénzed van. Hát minden, az összes. Hát akkor kicsit bővebben. Hát mennyi kell? Mennyi kell? Hát. Figyelj, elmondom, mi a szint. Ah, hát az sima, csík zsebből. Figyelj csak, van egy barátom, az kifizeti neked, úgy hívják, hogy Lajos. Ő van bajban. Mm-hmm. Kézzed, elrabolták a rendőrök, mentünk az utcán, tudod? Sétáltunk, és mentünk, hogy tudod, elviszem kirándulni, barátok vagyunk, pattacukor, ilyesmi, pagyi. Szem megláttunk két kurvát, akik mondták, hogy belegugolnának a csőbe, mondtuk, mindjárt visszajövünk, és akkor megállt egy rendőrautó, és mondta, hogy kezeket pör, emberrablás. Hát mondom, ezt nem hiszem el a vidős nádvágó, retkes, kurva anyjukat, azt elraboltak minket. A rendőrök. Oh. Azért láttál már ilyet? Milyen világot élünk? Hát büdös köcsök. Törvénytisztelő állampolgárok vagyunk, a szüda jönnek, azt elrabolnak ezek a csövesek. Érted? Ki segítségre lehet. Hát mondom, hogy neked ennyi pénzed csöves. Nem nekem van, most mondom, hogy a srácnak, akit ki kell szabadítani. Valami Lajosnak. Valami Lajosnak hívják, igen. Lajcsikának. Bizony. Na. Kíváncsi vagyok arra, hogy Csikának mennyi pénze van. Azt eleve, mint a pap gecibe, fiam. Csak annyit segíteni kell neki, azt nagyon fog örülni. Oh.
buziskodásban is benne van, ha azon persze. Az engem a térdekelne. Ki van tágulva. Bazzik, komolyan mondom. Hát, ez mi a terv? Mesélj, mi a terv? Tudom, megyünk. Mi az elképzel? Lebeszem fejjel az egész brigádot, lefejelem őket, tudod, mint kezdőszöcske harangvirágot. Pám, fejelés. Utána meg ezt a mozdulatot. Pám, bebetem. Majd az... Szétszakad az univerzum. Azt honnan hova kéne menni? Inkább azt mondjad, Mare. A világító tornyot ismeritek, tudjátok. Jártam arra. Arra van-e. Onnan indul ez a csöves izé, szállítás, és akkor ott kell nyakon baszni őket. Aha, ott kell leköpködni őket. Hát. Segíthetek ebben, mert nagy szükség van, és akkor pénz. Úgy tudom egyébként, hogy az védett ház elég keményen van védve, nem? Vagy rosszul tudom? Hát dehogy is, hát így semmi bazd meg. Nincs? Hát semmi. Semmilyen védés hát. Nincs ott. A pék faszát, na majd mi ott megmutatjuk. Azért nincs ott semmi, a csöves lelakott vityilló van, tudod azt? Igen. Persze, azt a rendőrök meg ott ujjazzák magukat állandóan. Tiszta picsas zsír az egész. Öreg, nem baszol át, ugye? De hát baszol. Rohadjunk el belem, hogyha hazudok. Na, úgy legyen, ámen, ámen. Hosszuljak el, hónap reggelre száradjak ki, bazd meg. A temető, így van. Vigyen el a temetőjárat. Szóval nem, de nem védett, hát semmi. De azért mindig kell egy-két csúszdít, hát ha. Ó, hát azzal nincs gond. Nincs gond. Az van dögivel. Érted. És akkor két misit meg a Lajos kiperkálja. Neked van csúszdít, More? Nekem? Ó, hát a legerősebb fegyverben nálam van az öklöm, érted? Igen? Esküszöm. Kíváncsi leszek majd ott rá. Hát megmutatom neked, figyelj. Én izé vagyok, Kwai Chen Kino. Sokat néztem a karate kölyköt, tudod? Megmondom igen. Őszintén, esküszöm. Aztán akkor abból tudok egy-két mozdulatot. Nem mondom őszintén. Azt hiszem, hogy... Na figyelj ide! Menjetek el kávézni, ebédelni, vacsorázni. Itt a csomiban van egy jó kis piszta, én azt kiveszem szépen, azt odaadom neked. De rendes vagy, hallod? De komolyan prémiumok lesznek itt, ha így, ez így folytatódik. Na. Ez bazzag, akkora prémium lesz, hogy sérvet kapsz. Hova futsz marad? Pörgesd rá meg magad azért öreg. A barátaiddal, aki tudja, mi lesz. Figyelj, csak menni kéne egyébként, mert... Nem mondom őszintén, hogy hamarosan cigánbál van, mert házasodik az unokahúgom. Ez fiam, mit adnak. Azt a kurva, milyen félelmetes kép. De csak óvatosan, de csak óvatosan. Hát jó van, de ezzel csak dobálózni tudok egyelőre, mert történjem hát nincs. Na oda nézd, mit adok. Ó, de rendes vagy bazzag, komolyan mondom, hogy Gusztikám, hogy szopjon be azt a nagy rücskös papát, de nagy, komolyan mondom, nagyon jó vagy. Hát ott, de nagy szívem van, bazd meg. Kusi, de rak össz szépen! Na jó, haladjunk akkor, hogyha ennyire kell sietni, akkor haladjunk, gyere. Figyelj csak. Hova pérek be? Gyere, üljél be ebbe az autóba, csak várj. Melyikbe üljek például? Ide pillanat. Várjátok hátrébb, Lici. Jó, de vagány kocsi, gyere, jó. Az itt van pénz, látom. Itt mulatáska, minden. Van. Marad ez a pontosan merre is kell lenni, inkább azt mondja, hogy balra. Balra, jó. Balra kell. A világító torony hol? Egy pillanat türelmet kérnék, most el kell gondolkodnom az életemen. Na, kicsit gondolkodjál az életed. Kösz szépen! Meg majd utána azért tervet is jól lenne, ha mondanád. Egy pillanat is összerakunk fejbe. Imádlak, Pityu. Csók. És nyelvezés. Nyelvezés. Zoknina multitasking megy. Ah, hát ez Zoknina nagy szereplő. Eddig azért tetszik a ter. Figyelj csak, az lesz, hogy oda megyünk. Igen? És mivel nem lesznek sokan, mert ez nem egy védett ház. Ott rajtuk ütünk. Nem lesznek sokan? Hát, de hogy is lófasz, semmi nem lesz. Egy-két rendőrautó maximum, tudod? Ó, hát az sima. Ledaráljuk őket, mint a mákot, azt mennek a rákba. Ez az lesz. Isten bizony. Hát jó van, azért majd előtte még megállunk, hol átbeszéljük ezt az egészet, mert... Jó van. Hát ahogy aztán mi jöjjünk ki belőle szarul. Figyeljetek csak, az okni meleg. Azt mondja, nem akar őzök lassan. Hát Dóra, figyelj, ez okni tényleg meleg. Ad neki palia mindent. Ez nem hazudik. Komolyan. Azt figyelj, ez mennyit teszik százon ez a izi roller? De ez túl annyit el sem tudod hinni. A gatyámat megeszi. Az meg. De nagyon pacsak ez a szecska.
Most titeket nem szoktak basogatni a rendőr? Come on. Bocsánat. Várj, most. Hát, ne foglalkozzál velük. Én látom, bocsánat, hogy... Bocsánat, még csak elromlott a hallókészüléken. Szóval látom, hogy van egy kis rivalizálás, itt a baloldali kollega be van rákba rád. Mert azért, te vagy a főnök itt? Tibor, hát, kösz szépen. Igen, én vagyok a fejed. De jó, szépen kösz. Hát látom, hogy pályázik a izé posztodra. Nem veted még észre? Mindig úgy sarkasz téged, meg ilyenek. Nézi, hogy megfigyel, hogy hol vannak a hibák, meg ilyesmi. Ez a hókuszpók itt a balodon. Ezek jogsiuk sincs. Hát pedig nagyon stíről vagy... Mondjad, merre kell menni mora, mert megyünk össze a Rómába megyünk. Oh, várj egy picit. Hát nem tudod, hol van a izé? Világító torony? Hát én aztán nem tudom. Hát én se. Állj meg egy picit, mert... Az a pőkavarodott a gyomrom. Hol a világító torony? Valahol itt kell balra menni, szerintem. Megyünk így. Nagyon jó pöldút akarok elmenni. Azt hiszem, ha jó emléksz. Remélem nem. Hova a faszomba kell menni? Úristen, ez mi? Ez lesz az. Ezeket kell megállítani. Fordulj meg. Előjük kell kerülni, ezt mehet a tírdúr. Menjünk. Zsatar, azt dabas. Azt mondjad, mit csináljunk? Előről megállítsuk őket. Szétdaráljuk az egész geci brigádot. Nézzük meg, melyik kocsiba ülnek. Úristen, elnéző. Bocsánat. Mit csinál? Elnézős fiatal ember. Álljon a pekkezeket föl! Lök ki a faszomba a buzit! Az meghalt? Jó! Lövöd csöves! Gyámad! Lőd ki csöves! Kessek meg, ott ülnek, ezt megy körbe! Jó, nagyon szép! Kessük az embereidet! Itt leszek a kocsiba, Dig! Hey, fun! Adják meg magukat! Jó, állj meg, légy szíves, mert nagyon... Az egy nagyon rossz lelkismert furdalású, majd megöltem itt mindenkit. Hol vannak? Szálljál be, öreg bazd! Álljon meg, legyen szíves, bocsánat! Semmi baj! Úristen, semmi! Ide gyere, bazd meg, hol van, mész, üljél be fel a kocsiba, szia! Hol van a másik? Jó? Semmi baj. Gyere ki, légy szíves. Passzukó. Szia! Gyere, csöves, kövessél mi. Menjél. Szolgálatban vagyok most. Geci, ez a csávó, ez kikészít. Az öreg a legnagyobb gyerekek. Én ezt úgy mondom, hogy minden elfogultság nélkül. Sajnálom. Torrente kutya fasza. Ez nekem valahonnan ismerős szitu. Gábor, te valószínűleg egy izé vagy, egy médium, és előre láttad ezt egyszer. Most így megyünk, tudod, lassan. Zsolt, kösz szépen! Kösz a 400-at. Merre mentek egyenesen? Fölkapcsoljuk a szirénát, hogy nehogy baj legyen. Jó napot, fiatal ember! Mi a helyzet? Ennyit, kövessük a piros autókat. Hát de most nem tudunk lassan menni, mert ott izén van. Be van gyulladva. Szürke hályok gyulladásom van, azt a húzat kicsapja a szememet. Ezért tudok csak így menni. A szirénát, így elfogadhatjuk. Hát nem szeretem a hangost, tudod, mert
ágyus voltam, azt ilyen Vietnám flashbackem lesz egyből. PTSD beugrik a zsebbe. Figyelj, mert azt van csajod, vagy ilyesmi? Egyedüli farkas vagyok. Figyelj, most... Most oda nyújtam az ujjamat, szagolt csak, meg ez pian. Tudod mi ez? Szippancs egyet. Tudod mi az? Mi ez? Hát szar, mert bevakartam a lyukamba, mert nagyon biszket, hát. Megmondom őszintén. De a másik ilyen, az pina. Pürödjön az, aki lusta vakarni, ráködjük a gyomrát. Hát minek pürödnék? Zsolt, kösz szépen az ezeret! Ezt már lassan, figyelj, leputjuk ezt az autót lassan. Magányos parkos kutya ebb. Az be vagy oltva? Minden? De azért pornót csak nézel, bazd meg. Há? Nyilván. Én benne vagyok. Kicsit kivered itt nekem. Én is neked. Abban nincs semmi. Csak hogy idegen kéz legyen. Amíg odaérünk, ne unatkozzunk. Stresszoldás, ne? Persze. Benne vagy? Hát, én nem buziskodom. Hát ez nem buziskodás. Ez kényszer megoldásnak hívják. Ebben nincs buziskodás. Szeretek nehéz kritériák között élni inkább. Értelek. Ugye merre kell menni szerinted? Hát itt föl jobbra. Pont a kobra. Várjatok, kicsit lassítsatok. Szóljál már nekik, bazen, mert úgy mennek, hogy már pelizik a motorház. Egyenes? Erre, más királyban. Hát menj át itt a füvön, mindenen átkülizzel. Á, bazen, nem. Nézd itt jó. Várj. Security, nagyon szépen kösz a 10 rongyodat, láttam az e-mailedet egyébként. Mindenképp válaszolok rá neked. A holnapon még nagyon szar. Na itt egy jobbos. De egy-két napot adj még, és akkor válaszolok szívesen. És kösz szépen amúgy. Nagyon nagy király vagy. Ezt most nézem, hogy miért van ilyen nagy virsli combodig? Én nem szoktam edzőterembe járni, viszont sokat eszek. Ezért a kolbászba sokat segít. Az igen, van pénz. Nagy kolbászokra. Hát azért nem félreérteni a dolgot. Próbáltad már úgy kiberni a passzodat, hogy ráülsz a bal kezedre zsibbadjon-e, és akkor tényleg van mindegy idegenkéz? Egyenesen pörlököm. Jobbra. De akkor mondj addig, mert... És itt megint föl, itt jobbra meg. Jó napot kívánok, közúti ellenőr... Ja nem? Sziasztok! Öreg, nekünk azonnal lépnünk kell, mert dolgunk van, és a pénzében majd számolunk. Jó, figyelj, Lajos kell keresni mindenképp, és akkor köszi szépen. Gyere, tesó, ülj át ide. Köszönöm, még és akkor... találkozunk, ne felejtsd el. Rendben, sziasztok. Bent vannak. Jó napot kívánok, uraim! Közúti ellenőrzés. Illegális hajléktalankodás. Hallottad, bazd meg? Halló? Hát a dörökkel nem tudnak beszélni. Menjék egy kicsit. Miért nem tudnak beszélni? Beszélges. Hát néma lebenték. Hát az egyik pislogott, bazd meg. Hát csak rágott az ideg. Figyelj már, Zokti, most... Hogy látod az acskóba, hogy pislogtak öreg? Hát ki van vágva a szemük, hát nem látod? Te vagy már kivetőző. Na, figyelj ide, öreg. Nem kiöltöző, bazd meg, ki van vágva a szemüknél? Süket vagy? Igen. Szia, Zokni. Figyelj, csak egy doboz cigit nem tudnál rendezni nekem, mert nagyon ki vagyok, há. Pangok, mint a picsa. Nagyon igen, rosszul neked? Vagyok. Doboz cigi. Nem dolányzok, bocs. Miért nem kértél haverottól, aki segített? Kösz szépen, Papó Gaming, kösz szépen a 11. Nagyon szépen kösz. Én ezeket nem ismerem, mert honnan tudjam. És akkor most már nekik is tartozol? Hát Lajos tartozik nekik most. Hát de együtt vagytok Lajossal, nem? Hát nem, ez így. Barátok vagytok. Nem, mert nem. Már szakítottunk, képzeld. Egyébként tényleg. Igen. Megváltozott, tudod? Azt vettem észre, hogy egyre dagadt föl a szája neki, azt hittem megcsípte egy darázs. Bimbója hát is fölkeményedett, serdű, tudod? Ez van. Tudod, hogy ők veled kötöttek most. Attila, kösz szépen a szobat. Nem a Lalival. De a Lajossal, rajta mert... fogják követelni. Á, nem lehet rajtam követelni, sajnos. Nincs pénz. Adsz kölcsön? Hát, most le vagyok égve. Nem, amúgy nem vagyok, de biztosan nem adok.
Azt hittem barátok vagyunk. Szokti. Na, figyelj ide. Akkor tudod, hogy jössz még egy ilyen. Segítettem most neked. Ugye én megmondom őszintén, hogy én tudom. Nem is tudom milyen sokkal transzolnak a barátok. Nem, már én se. Hopp, nézd, már itt van valaki. Jó napot kívánok, tiszteletem. Miben segíthetek? Szevasztok. Szia. Mizu. De rég láttalak. Figyelj már jobb kéz, nem dohányzol, mert pangok gecit üdöm leszakad. Leszoplak egy cigi esküszöm. Beveszel? Ha kell. Figyelj már öreg. Igen? Két spanoddal mi újság van? Hát most készenléti állapotban vannak, tudod? Energiatakarékos mód. Ki vannak ájulva, mint kezdőbuzi a gőzbe. Hát... rosszul tudod. Mi? Már miért miről? Rosszul tudod, öreg? Na gyere, sétáljunk ide be. Kis kezű csókolom Sophie nénye. Nem vagyok nénye. Magának még a pingesebb idős rohadjak meg, ha nem igaz? Sophie még fiatal és gyenge. Tényleg? Semmi nény. Pinge meg gyenge. Tényleg hány évesnek tetszik lenni, te sem már megmondani. Sok. És ha lehet, nem kérdezünk ki, öreg, ennyit nem tudsz, akkor egy tuskó vagy. Jó, erígy már a passzomba ezekkel a női passágokkal, hát érted? Ugyanúgy élvezik a baszás, mint te, érted? Csak előadják, még jobban. Előadják itt a nagymenőt, meg az elérhetetlen. Na, nem hol olyan van lány, a két meg, haverod? Két perc múlva meg, érted? Ott pekszenek, na. Pihenőm vannak most. Szabadságot vettek ki. Segítsél már, mert nem tudom, mi van belül. Menjél, Sophie, papasszal azt a két szerencsétlent ott a földön. Okay. Te figyelj csak, elég mikor hangja van ennek a lánynak, ez visít, ha baszod? Várjál csak jövő. Öreg, nem tudom. Hát miért? Kollegális kapcsolat. Két pofon. Haló. Isten, ez egy szadomozó. Kell felkelni, jó reggel. Azt a kurva. Tényleg, még egy pofon. Köszönök, hogy kiúsztál csődbe. Ezek kik egyetlenek? Még egy. Tudod, mi a baj, öreg? Igen. Köszönjük, hogy kiúsztál, szóval csak szépen. Csak ki a baszok vagytok, köszönök, hogy kiúsztál az alkot. Meglepetés. Ez mi a passz? Vigyétek le az acskót a fejetekről, srácom. Ismerős a két srác? Persze. Ő Solariumos Joker, vedd le te is, rugó. Milyen rugó? Ő ki... Mi Segbe két rugó. Emberünk. Ja, azt hittem, hogy tényleg Solariumban volt a Joker. Nincs rajtam a szemüveg. Nem. Hát ezért nem. Imre, mi van vele? Igen. Most is szórakoztok velem, bazd meg. Az a lényeg. Amúgy... Igen. De miért csinálod ezt? Nem barátok vagyunk, jobb kéz. Na, elmondom neked, hogy a két kis barátod otthon van biztonságban, igazából megmenekültek, az embereink kiszabadították őket is, és elvitték. De ti buzik vagytok? Vagy miért csináljátok ezt? Csak kérdezem. Vagyis hát... Annyira nem is kellett nekik segíteni, szerencsére nem voltak ilyen balfaszok, mint ti. Úgyhogy most ezt kicsit én is kihasználtam, mint ahogy te szoktad az embereket. Főleg, hogy kint beülünk a kocsiba, hogy nem baj. Azt megköszönöm. A klímát kapcsoljátok be, csoki ropi van az ülés alatt, tudjátok. Egy kis ropit azért nekem is létszű, hogy zatok már. Pénzzel meg számolunk majd. Nem kapszerek semmit. Figyelj, jobb kéz. Szóval most, hát Sophie-val egy kicsit belehúztunk téged a csőbe. Ja, azt hittem, hogy most Sophie fog engem behúzni szájjal. Na. Mit narazol? Passzom, már kezdte el szaladni veletek. Nem sül a popádról a bőr jobb kéz. Igen? Az a lényeg, hogy most kicsit tőle leszett. Kiszabadítottál két emberemet. Na, de hát megmondtad volna, megcsináltam volna. Megcsináltam volna ingyenét. Vagyunk olyan viszonyban. De hogy csináltad volna? Ezek barátok vagyunk, hát ne vicceljetek. Nem barátok vagyunk, a főnököd vagyok. Dehogy nem, mert minden. Érted. Hogy hívnak engem, öreg? Mi a nevem? Ferenc. Nem. Pasz Kredenc. Nem? Jobb kéz úr, igazi... ugye? Ja, hogy azt hittem az igazi nevedet kérdezed. Mert mi az igazi nevem? Hát... Tibadar. És majd nem. Nyelvével hát, a seggéből mindent kikapar, köcsög... Ja nem, bocsánat, ez... Kurva, mit is voltál. Tourette szindrómás vagyok. De tényleg amúgy erről papírom van. Bocsánat. Hogy hülye vagy, azt tudjuk. Sárga papírod van, nem? Azaz. Az van nekem sárga papír. Cédulája. Főnök. Sárga cédulája. Jól van, igen. Meddig havotáztok, még itt humorheroldok? Ha? Hogy kérdezem már meg?
Hogy csinálhattatok velem ilyet, amikor... Amikor nem csinálhattatok volna? Hm? Nincs lelkiismeret furdalásotok szegény öreg emberrel szembe? Hát... Ha még egy szegény öreg ember lennél öreg, akkor lenne. Kinek van lelkiismeret? De várjatok már egy kicsit. Ti bizony. Igen, Szofinak lelke sincs. Hát figyelj, akinek pinája van, annak pixel nincs lelke. Ez igaz. Na, ez nagyon hímsavista szöveg. Figyelj csak, ez a tapasztalás, a rutin meg az évek. Ez az igazság. Igen, igen. Öreg, semmi hím chauvinizmus, jó? Most pont ezen törekszünk, hogy itt a szervezetünket is ilyen PC-vé változtassuk. Na, buzulás az nincs, az nuku, de igyekszünk nőket alkalmazni, és hát a Sophie eléggé bevált, látod, ezt is ő tervelte ki. És milyen fasz a helyen találkoztunk, öreg, ugye? Hát ehhez értenek, látod, megkavarni. Milyen kis nosztalgikus hely, ugye? Öreg, emlékszel erre a helyre? Terrorizálás, lelkileg... Nosztalgiával tölt. Nem figyelsz. Jó, jó, kész, hajtott ezt a csövet. Nem, most mondom, hogy figyelek, hát emlékszem. Emlékszem? Nagyon örülök. Olyan kis... Na jó, itt vagyunk a picsába. Nagyon jó vagyok. Szevasz, öreg. Sziasztok. Azt hittem elkezdi szopni az ujját. Szop ez mindent. Bevesz. Összekevertek magatokkal, csöves geci. Igen, igen. Pusztulat tegyek ki a rákos picsáda. Mert minek fordulsz vissza, paszkörl a picsádnak? Igaz, öreg? Micsoda? Micsoda? Ez a garázs mesélni tudna. Hát itt történt, sok szex volt itt már egyébként, ezt megmondom őszintén. Én nagy szexelésükben voltam. Hát ezt reméljük. Jó balfasz voltál ma is, hát, öröm. Légy szíves, álljanak félre, közúti ellenőrzés. Az autó ajtót nem kellene törni. Bocsánat. Szedd már össze magad. Hát de mit csinál? Te figyelj, mert jogosítmány két perc elmúlt, bazd meg! Menjél már meg ülel. Mindjárt hívok erősítést. Hívnál te? Hát senkit, amúgy. Nincs is telefonom. Na jó, öreg. Majd beszélünk. Majd végig. Szia, szia. Szia, szia. Jó, átbasztak ezek a gecik. Mi? Faszomat nyomjam bele a fülükbe. Milyen dolog ez? Hát most már ezzel hazamegyünk. Easy-be. Nem kermülte meg? Én gondoltam, hogy megtanulok klingonul, de úgy látom, hogy szükség lenne rá, pityú, bazd meg. Mi az a kermülés? De hogy neked valamilyen igazolásod van ezzel kapcsolatban, hogy... Érted? Most nem bántásban mondom ezt, ezt tényleg kérdezem. De te meg szoktál kermülni? Amúgy is rossz irányba megyünk be, az mert már megint. Ez most a jövő volt? Dehogy ez a jelen. Viszont voltak utalások ide. Ilyen látomás jelleggel. Mit nem lehet ezen érteni? Kurva jó ki van találva. Hogy nem kell hozzá egy 3 IQ-nál több szerintem. Már hogy minden részt látni. István, kösz szépen a szubot! Srácok, ha tetszik, az viszont nagyon pontos, nyomjatok egy lájkot, léci, mert ez tök jó visszajelzés. És nagyon szépen köszönöm a szubokat, meg mindent. Nagyon nagy királyok vagytok, és köszönöm. Szia, Carlito! Szia, Joker! Szia, öreg! He. Te hol voltál? Hú, ezek elmesélném, brutális volt. Te ilyet még én nem tapasztaltam soha. Hol voltál, Bát? Az meg, ilyet... az, figyelj már, kik voltak, akik megmenekültek? Itt kellett Carlitót vigasztalom, érte? Nézd meg, hogy meg a kertem, nézd meg! Figyelj csak, nyugodj meg! Elmondom, hogy egy rendőrautókkal teli... Egy engem nők vittek be, tudod? És már éreztem, hogy szemezett. Igen, hát rendőrnők vittek a kocsiba hárman. És mondták, hogy itt most aztán... A lelket kiszíják belőle, mint a Dementor. Szemezett velem a tükörbe. Esküszöm. Mi nem étát vitteljen, vagy valahol? A Lali hol van? Nem találkoztál vele útközben? Hát figyelj, a Lali az... Az azt mondta, hogy most lelép egy kicsit, elment nyaralni. Tényleg? De miért? Hát nem tudom, átgondolja akkor az életét. Mert azt mondja, hogy most egy olyan szakaszba ért,
faszolni fog. Ahol az érzelmeit már nem bírja rejtegetni előled, ugyanis szerelmes beléd. Ez nem igaz. Hát bazd meg. Hát, de miért van az, hogy minden hónapban másba szerelmes akkor? Most én vagyok terítéken megint. Eddig serdülőbb. Dólnak a hormonok. De most azt mondta, család alapításba fog gondolkodni bele. Van egy ötletem, nagyon okot és ki fogja termelni a tervet, hogy hogyan tud elcsábítani és magáévá tenni. Hát ez fog menni neki, most mondom. Hát azt mondtad, nagyon ment a jaj. Nyaralni, igen, mi? Nem gyanult nektek egy picikét? Nagyon okot vagyok, ittenem. Miért? Na, miért? Hát na, a Dúrió feltűnt, itt mondta Jagyi, meg eltűnt. Ez mondjuk igaz. És? Hol itt az összefüggés? Szerinted buziskodnak? Hát én se tudom. Bánj a faszom, hát na. Az a Kárlito. Ugye hát csak, Sherlock Kárlito. Lehet, hogy kihívta magávod. Faszolni fog a Lali, mert miatta buktunk majdnem meg, mert ez a hülye fasz rosszul, ha érted? Tudod mi volt, utána megbeszéltük, emlékeztek, hogy meg volt beszélve, hogy a kamion akkor húz elénk, mikor elhagyjuk a sávot, hogy beszoruljanak a rendőrök, mi meg vígan lelépünk a faszba. Ez a hülye meg elénk húzta a kamion. Emlékeztek? Figyelj csak, Joker, a lényeg az, hogy itt hogy vagyunk, boldogságba, szeretetbe, hamarosan de a Lali hol van? Hamarosan itt a karácsony, Lali, ha... szeretet ünnepe. Igen, de a Lalit elkapták végünk, öreg, ugye tudod? Nem kapták el, mondom, nyaralni ment a kis buzi. Mondta, hát én raktam ki a vonatállomáson. Ja, és... figyelj, rendes vagy. Persze, barátok vagyunk, azt ott sírt. Hát itthon hagyta a bőröngyét, Joker. Itt sírt, tudod? Közben ujjaszta magát, nagyon undorító volt. Tiszta szar lett a kör mellett. Miért nem szóltál rá? Hát szóltam, de úgy elkapta a gépszíjba, azért nyomkodta magába az ujját, mint fejzé lenne. Jó, tudom milyen. Téged is annak figyelj csak, leszopott te... alvás paralízis közben. Paskoltál te már karajhúst? Egy kiló karajhúst? Na úgy csatogott ja. A lyuka neki, úgy nyomta neki te. Tényleg? Mondom, bazeg, ebből már baj lesz, mert pölizzott. Rendes világított poszpereszket. Mondom, pejezd már be, te buzi. És ez meg csak mondta, hogy mondjuk, nem én a vérnarancsot szoktam eljátszani az néha, de nem azért. Az alkarján kidagadtak az erek, azt mondja, de kopírdik. Esküszöm, sose láttam még ilyennek. Érted, ez valami flow? Komolyan. Újjazó flowba került. Esküszöm. Amúgy van egy új hírem, képzeljétek el, most ott eszembe. Igen? A Hóiziről. Mondjátok már, de nem a Hókiról, de gyorsan akartam mondani. A másik feketéről kajányos a barátunkról. Kajányos új? Csúli? Kisztó? Kalányos Krisztó, ha? Igen? Hát emlékszel, hogy beszélgettünk, milyen szemtelen, ha? Igen? Hát tényleg tudod, hogy mindig megalázza az embereket, és akkor beszéltünk itt a kezetlenekről, az múltkor visszament revansot venni, képzeld el, bement hozzájuk, ahol bent voltak, ilyen nagy társasági gyűlés volt, tudod, a kezetlenek társasága, az a neve, mert ugye hát nincs kezük, azt a pofátlanba bekebált neki, hogy na, aki nem tapsol, az egy buzi. Képzeljük, ezt mondta. Figyelj, a múltkorban azok azt csinálta, hogy elment a paralimpiárot a tolószékesekhez, azt mindegyiknek leresztette a kerekét. Mindegyiknek. Geci, mondom, Kriszó, csúli anyádat. Mit csinálsz? Érted? Hát tényleg ezt csinálta? Esküszöm neked. Nagy fasz, amúgy, nagy fasz. Komolyan mondom, bassz meg. Hát. Ki kell próbáljam nekem itt a ködétbe. Tényleg? Elment egy, egy ilyen leszbikus gyűlés, ahol mindenki férfi akart lenni, azt elővette a passzát, azt ott pörgette, meg hibalkodott bele, tudod? Nézem, mi van? Helikopter. Énekelte közben, igen, hogy helikopter. De nagyon ki van szemtelenedve amúgy, rá is rá kérem azt szólni. Hát. Az meg. Igen, egy kicsit elég furcsa kezd viselkedni. Ugye? Mi? Felvágós lett hirtelen. Jó. Hát ez van. Na jó van. Hát menjünk akkor aludni. Remélem a Lali meg jó nyaral a kurva anyját, hogyha már ilyen szarba hozott. Hát most jó éjszakát nektek! Jó éjt! Szia, Kaj Báti! Figyelj csak, Kárlito! Tették? Nagyon, megmondom őszintén, bánt valami, ami veled kapcsolatban. Ó, tehát akkor a problémát meg kell oldani, Báti. El kell mondanom valamit. Fitejek! Megbasztam az anyádat. De még van itt valami? Igen? Sajnos, apádat is. Azt tudtam. Ne haragudjál, tényleg, szóval. Ez apádat van. Apádat tejtettem. Báratlan volt, tudod, báratlan volt. Akkor kint fogdotta a fütikédet, ugye? Nem fogdosta, csak megfolykotta, mert poros lett, tudod? Kicsit megfolyta. Leledette? Igen. Ez az igazság. Jó, figyelj, Kárlito, én azt gondolom, hogy vagyunk már a viszonyban. Akkor... apa. Na, figyelj, azért ennyire nem mennék előre, viszont most megyek, alszok egyet, és jó legyél, jó?
Jó, jöttem ja. Valamit a továbbba amúgy, de elmutatom. Másik dolog, hogy keresztet raktam az ajtó fölé, belülről, szóval nincs buziskodás, tudod. Hát de aznak helyett az pejelje felé van. Dehogy van pejelje felé. Mit raktál szobámba? Janka, kösz a 600 forintot. Hol van? Nézd a tükjöt. Na, figyelj csak ide. Látod a tükjöt? A tükjöt, nézd, tehát te látod? Látod? Igen, látod. És mit kell nézni? Hát ilyen... Ott van egy néni benne. Ettengét okot ide jönni. Akkor ugye mindent, te rohadt szellemírtó. Menjél ki, például most berágtam rád, szégyeld magad. Na most pici gyerek. Csak megmutatom, hogy ez a néni állandó, hogy nekem hozzám betté ettengét. Figyelj csak, állítom magamra, hogy nem, mert még ma nem vertem ki. Érted? Hát jó, oké. Szia Máté, jó itakát, tia! Szia Carlito! A múltkor volt egy horror rész, a Vodon már fönt van, ott meg tudjátok nézni. Felkeltél Vod, olyan nincsen, de bérjátok, hogy Zsuzatja Vod csatorna, vagy Vod, és egyből kiadja. És oda kerülnek fel a teljes streamek, a szubok persze azonnal visszanézhetik, tehát két-három nap szub nélkül pedig várni kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, srácok! Remélem, hogy tetszett, nagyon pontos, hogy nyomjátok meg a likes-ot, mert ez bizony egy visszajelzés, és nagyon kifi-kafi. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást, a szubokat. Holnap találkozunk a Twitch-en, és itt is. Csá, és szia, és hello!